Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, az Alexabba Gamingen, én Sanyi vagyok, és ebben a streamben ellátogatunk a Jumptown 2.1-es küldetésre, és megpróbálunk minél több ideig ott lenni, bevesszük az épületet, és tartjuk a frontot, és a lehető legtöbb cuccot megpróbáljuk kipakolni. Gyertek, és tartsatok velünk! Bocsi! Itt vannak már velem a fiúk is. Sziasztok, hello mindenkire! Sziasztok! Jó a keresztkérdés. Ki lenne az, aki hozna egy karakot? És én hozok akkor egyet. Rosti vagyok, baboly. Azért okay. Van nekem egy pont ott. Jó, én mindenképp a Cutlass Redemmel szeretnénk menni. Azzal is vagyok ott, ahol vagyok. Ugye át kell mennem a 18-tól. Hurstonhöz, azt hiszem, ott vagyok a 18-nál, de nem vagyok biztos benne, de visszamentem a 18-ra, azt hiszem. Jó, induljunk, és menet közben akkor cuccolunk fel, jó? Mehet az univerzum. EU szerverre megyünk. Jó legyen mindenkinek. A végtelenbe is tovább. Így van. Sziasztok itt a cseten is, szevasztok. Szia cset. Szia cset. Hello cset. Hello cset. Meg hello Sanyi, meg hello mindenki. Bazz. Hello világűr. Jó. Meg hello Jun. Ja, az nem. Minket is halonak kultúrátnak kéne lenni. Hát, ja. Ja. Ja, már nem. Beköszöntöm én is a csetre. Na, viszont a pálinkára visszatérő, mert... Hát, a pálinka segít. Ne hülyéskedj! Vártam, és megkaptam. Kösz. Ez az. Pálinka, én vagyok az apád. Jaj, gyerekek. Hol a sörünk? Helyileg hol lesz a Jumptown? Hurston. Igen. Okay. Jó, arra a 18-on vagyok, nagyjából 5 perc, míg odaérek. Oké. Okay. Én nem tudom, de itt vagyok egy... űrállomáson, tehát én direkt nem mentem le bolygóra, hogy hamar ki tudjak röppenni. Nekem muszáj volt, most készítettem fel a C2-t, és itt volt két olyan alkatrész, ami kellett hozzá, ezért voltam kénytelen leszállni, de ahogy látom, Naci Maci is itt van. Egyébként a korokban nem vagyok biztos, hogy el fog-e férni a szigetem. Mert ugye ez a Hurston, ez egy szigetem van. Ez a Hurstoni Jumptown. Aha, és tereptelen van fákkal a sziget, szóval... Korak lehet, hogy nagy, nem tudom. Megpróbálom majd lebaszni, meglátjuk. Hát az is jó, hogyha a közelbe újra tudunk éledni. Az is elég. Én is gyorsan tartok egy ellenőrzést, hogy mi van rajtam. A sisakot vissza kell vegyem. Mert erre már pacsáltam egy párszor, hogy az előző játék végén úgy szálltam ki, hogy nem volt rajtam sisak. Múltkor is söröztünk a játékba, és akkor volt úgy, hogy kimentem sisak nélkül a vákumba, azt ott haltam meg, és nem értettem, hogy mi történt. Aztán... Hát tudod, van az a mondás, nem is vagy szétezel, hanem fogadtál meg még tízszer. Így van. Na nézzük csak. Nekem a kedvencem, amikor a Reclaimerbe mész le a lifttel, és egyszer csak kirak a világűrbe, és rájöttél, hogy éppen akkor itt áll, csak még nem vetted vissza a sisakot. Jaj. És pont akkor átutazik amúgy, hogy jó 40% HP-t marad. Hát igen, ez is jó, kellemes. Jó, a C54-es öngémet itt hagyom. Ja, bár nem, buta vagy, Sanyi, várjál mindjárt. Nem vagy buta, csak nem szerencsés. Vagy csak furcsán okos, nem? Ja. Jó, oké, okay. Azt mondja, hogy vissza, mert ugyanis akkor azt találtam ki, hogy berakom inkább a hajóba, mert ott van annyi C54 lőszer, mint a nyúlszar, úgyhogy azt majd meg tudom csinálni, hogy akár erre is átgirelhetek. Ja, vagyok. Hányos, négyes. Nem vagy hülye, Zsolti, csak furcsán okos. Igen, amit te is. Visszavadom a hurrikénes ajánlatomat, mert úgy tűnik a játék megette a hurrikénemet. Ójaj, az nem jó. Hát... A Reclaimerből ehetett volna egyet, mert abból van kettő.
De abból nem evett. Abból nem evett. Egy arról van esetleg. Arról is jó. Agilis, gyors. Jó. Kérnék szépen egy nem. 3 perc türelmet, mert kellene valami gúnyát magam raggatni. Jó, hát öltözködj, pucukodjál össze, aztán gyerünk. Hát, figyelj, ki a börtönbe megy. Ja, hogy ja, hát... Szia Petya, most nézem, hogy írtál, szava. De én már tudom, Jumptownra beküldjük a macit mesztelenül, és akkor mindenki szörnyet hal, és akkor nyertünk. Macit mesztelenül? Pedobír, ja, vagy mi ez? Pedobír, az az. Amit fel tudok ajánlani, az egy Warden és egy Anvilero, de mind a kettők rule 1-en van. Egy Arzorormat már hittem. Ha esetleg van valakinek valami közepes medium fightere, még ilyen Cutlass féle osztály, vagy bármi, az is jó. Nekem kartuálom van. Volt egy Redem, meg egy Black-kel, mindjárt megnézem, hogy megvan-e még. Csak pillanat, mert sört ki kell tölteni. Fontos dolog. Ne figyelj a sorrendet, tartsd be. Előbb a sör legyen kiöntve. Abból már baj nem lehet. A hány szállító kell? Én szerintem egy C2 elég. De lehet hozni C1-et is, és akkor egy kicsi, egy nagy. Vagy egy közepes, egy nagy. Igazából bárhogy csinálhatjuk. Figyelj, akkor tudok egy olyat ajánlani, hogy én akkor eljövök egy izéval, Infernóval. Mit szállítom? Nem, hanem úgy alapból. Akkor ilyen, akkor support lesz a Zsolti, légi support. Ja. Mert fönn kell lenni, én azt gondolom, hogy minimum 2 hajónak legalább folyamatosan a levegőben, hogy a beérkező játékosokat már mindjárt begyújtsa alájuk. Vagy be lehessen alájuk gyújtani szépen. Én is jövök a Rinfernóval. A 4 rózsás karancs főzőszigettel be kell gyújtani. Hát, hogyha tényleg lesz 2 Centurion, akkor a vadászoknak arra kell figyelni, hogy igen, hogy minél lejjebb húzzák a emberkéket. Igen. Akkor fú, gyerekek, annyira... Lejön az életről. Annyira rohadtul várom már ezt a rohadt master módzot, hogy végre egy kicsit, hogy is mondjam, kiegyenlítettebb legyen a hajóknak a balansza, mert akkor már ezek a dolgok annyira másak lesznek, mint most. És rohadt jó lesz. Na, priority nézzük akkor. Itt van. Mindenki fel tudja venni a jump down-t külön. Igen. Igen. Oké. Okay. Akkor karakunk lesz? Nem lesz? Mi lesz a karakkal? Lesz, megyek. Jó, nem akkor... A karakba viszont akkor kéne pakolni, vagy nagyon máshova kéne lerakni. Tehát... Igen, hogy az biztonságban legyen úgy effektív. Hát, hát ja, csak ez egy sziget lesz, az a baj, ez kérdés mekkora. Én sem voltam itt. Mindjárt berepülünk, megnézzük. Hát igazából nekem itt a hajóba maradt egy csomó cuccom. Úgyhogy nagyon nincs szükségem semmire, én akár kész vagyok arra is, hogy oda menjünk egyből. Jumptownhoz aztán nyomassuk. Gyülekezzünk a... valahol? Pillanat, egy buta hülye kérdés. Igen. Generálból kell felvenni a priority-t. Generálban van a priority, ott van az a szekció. Confiscate contraband. Az. Igen. És ha felveszed a Cold Worms-ot, akkor még kapsz némi extrát is. Nem, 500 per kof. Az a baj, fogunk kapni a mi crime-ot. Ha hát mi lövünk először, ha mi lövünk először. Akkor kapunk crime-ot? Aha, mert van comblink, nincs lekapcsolva, szóval... Mindjárt megnézzük. De ha lekapcsolom a comblinket, akkor még azért is kapok crime-ot, nem? Nem, azért nem jár crime. Azért nem jár crime. Amúgy valószínűleg járna, csak ugye mi, ahogy lekapcsolod ezért. Ezért már hiába, ne, tehát ezért a Goblin már nem tudja, hogy ki kapcsolta le. Nincs ki az, aki beköpjön. Ennyi. Így van. Tudod a snitch-et. Igaz. Jó. Oké. Okay. Amúgy ide jöttem, mert itt vagyok 150 km-re a Jumptown-tól. Ja, én is tartok szóval... körtön felé 18 millió kilométer, már csorgok szépen. Szóval lehet majd rám jumpolni. Te leszel a Jumptown? Mhm. Nem, kicsi a rakás. Nagyobbat kíván. Este van. Kiki nyugalomba.
még csak 3 óra lehet, ahogy veszünk. Jaja. Hát délután. Nyáron ilyenkor még hol lesz a napvége? Úgyhogy igazából... Mindegy is az. Megszik a proci. Ott lesz a napvége. 40 fokban. Bocs. Hol van ez, Sanyi? Kinevában, hol, melyik fölött? F1-et megnyomod, priority. És ott van... tehát a generálban, a... A general fül alatt. Van erre egy gyors bomba, az Alt F4. Ja, az mindent megold. Az Alt F4-gyel akár még egy vallási gyülekezetből is ki lehet lépni. Mindenhonnan. Alt F4, persze. És 1 millió lesz az FPS szám. Ezt mindig mondom a gyereknek, mikor megy iskolába. Na, Alt F4 jeljék ki az ajtón, aztán irány. Afkoljál szépen az iskolába. Miért van legközelebb a Jump Town? Everhöz. Földi járműveket hol szedjük föl? Mi Déimáron szedjük éppen. Ja. Akkor hozzá többet sed. Hát kettőt hozok, egyet Majdátnak, egyet magamnak. Jó. Ő is itt van, tehát hogy így vissza. Vagy a rakétásztornak amúgy sincsen semmi értelme, ami, hiszen azt tudjuk, hogy... Hát igazából Kobi? Igen. Igen? Menjek veled a Scorpius-szal, vagy már nem azzal mész? Nem azzal vagyok, Inferno-val vagyok. Jaj. Most én is azzal szálltam ki, csak aki akkor ebben, akkor nem megyek vissza. Nem, a Scorpius-szal csak, hogy megnéztük volna a helyszínt. Ja. Csak közben eltököltük az időt. Uh-huh. Atmo, nem tudod lenyomni a comlinket? Nincs nálad hackkelős chip? Hát éppenséggel amúgy van. Meg lehet, hogy nem ártana lenyomni. Még mielőtt nekiállunk itt izélni, durrogtatni. Jó, akkor valakinek viszont majd ezt nem kéne jönni, mert nem tudom már hova lehet megállni, úgyhogy ne akarjon megölni az állomás. Hát, igazából feszülj rá, nagyon. Hát? Csak annyi. Ennyi. Igazából ahol a bejárata van, amúgy is, oda hasalj rá a hajóval, minél szorosabban. Én úgy szoktam. Aha. És akkor nem talál el? Aha, akkor nem talál el. És annyit kibír a hajó, ameddig odaérsz. Hát, ja, nyilván gyorsan kell ráhasolni, és nem beleszáguljani 100 000-re, ja, de... Ja. Tehát igen, valami igen. Közepes tempóról kell elősítania. Most hogy van, el kell menni a hajóval? De amíg unlimited az EVA fia, addig teljesen mindegy. Akkor 6 körön kívül megállsz, aztán azt a 8 kilométert vagy 6-ot belebeged. Persze 3 óra. Ja, szerintem autózzál vele egy jó messzire. Vagy Alt F4. Milyen messzire kell most elmenni, vagy el kell menni messzire a Centurionnál? Ha duplázni akarjuk. Ja, hogy... Ja, szerintem nem most már a izé miatt, a PES miatt nem fogja eltüntetni. Hogy ez az Alt F4 mennyi mindenre megoldás? Ugye? Várja, szeretek oxipen. Júj. Na bár meg a... Ez milyen Centurion? Automata. Nem áll meg. Nem legyen meg az a jobb. Mert a joystickot viszi előre valószínűleg. Ja, lehet. Ha nem, azaz van ilyen bug. Ja, meg az össze-vissza csúszkának a földi járvek sajnos. Ilyen bug is van? Fasza. Amikor azért újra dolgozták a földi járvek. Igen, de... újra, de azért nem lett az igazi mény. Kapcsolt ki a motort, meg ilyenek, meg szállj ki a székbe, hogyha az se segít. Na én most itt vagyok Hurston körül, de még nem mentem le a légkörbe. Bár hiába is akarnám a comlinket kikapcsolni, nincs nálam hekkelőkártya. Nálam van. De ugye régen úgy volt a comlink, hogy oda ment és lenyomtad az on gombot. Leoffoltad és kész. Ti az Everuson vagytok? Tegyem az imprintemet az Everusra most? Még így egyelőre? Vagy... Hát én oda tettem. Hát nem árt, legközelebb most per pillanat. Nem árt, igaz? Nem árt. Uh-huh. Jön egy kis bug, meghalsz, elbotlasz. Hát én felakadtam, sed egy kövön.
Yeah. Kérd be a hajót, vagy a... Már hajadban van, de majd lelöklek róla, vagy valami, mert... Jaj. Megpróbálk, az lejön. Ott van. Az lejön az, majd. Oké. Okay. Hmm. Nagyon jó. Van löki is. Van fegyver. Ja, enni, az nálam is van. Most hát inni van, mert csak Ruzlux és más semmi. Jaja. Lébőjt. De hozol izét, nem? Cutlass eredet. Persze. Befekszem hát az ágyba és föltölt. Persze. Az büfés kocsi. Büfés kocsi. Így van, így van. Hát ezt mondom én is. Csak ugye, amit föltöltesz magadba az orvosi ágyból, az hamarabb vissza merül. Nem, mert aztán 99%-ra tölt fel. Hát, ja, de... Ugye eleve gyorsabban éhes leszel, meg szomjas leszel, hogyha nem rendes kaját eszel. És nem az az 1%, hanem szerintem gyorsabb a cooldownja, vagy a countdownja. Az orvosi ágyba szerzett folyadék meg kajaszintnek. De akkor is kibírt. Fölviszi, de nem stabilizálja. Igen, ezt akarom mondani, hogy hamar visszaesik, igen. Fölviszi, de hamar visszamerül. Így van. Bobi. Kajával túl tudod tölteni magad, csak azt nem írja. Azt nem írja, aha. Mit hoztál, Infernót vagy Iont? Inferno. Akkor én Iont hozok, jó? Jó. Jobb szeretem az Infernót. Csak hamar kifogy. Nem baj, közel van közel van Everus Harbo. Oké. És hát, ez nem jön le, kérd vissza. Nem tudom visszakérni, de mindjárt lelöklek. Ja. Már leklémeltem az újra, tehát nem lehet visszakérni. Hát akkor jöhet még egy klém. Ez ennyi. Hát, ha más nem, de inkább lelököm, megvárom ezt a 2 percet. Mi fizetve olyan sok? Nem tudom. Hát most nincs sok pénzem, mert bevásároltam Valkürbe. Még az előző event előtt. Küldjek arra, hogy tudja gyorsítani? De azért annyi lenne, de... Várj. De figyelj, hát ide jövök és lelököm majd, látod, hát most ez nem... Igen. Aztán te is fennakad. Tart meg az apró tabocskos állat. Hopp. Tartsd meg a mocskos apró állat. De ez nem áll meg. Szálljál, kiszálltál a székből, meg leállítottad a motort, meg próbáltad ezeket? Nem lehet, hogy rossz van beállítva, ezeket mindig meg kell próbálni. Ez ugyanolyan, mint hogy újraindítottad a számítógépet? Bármilyen gondod van, újra kell indítani, az az első. Ja, Alt+F4-jel. Még azzal is újra lehet. Írtam neked privátot, majd olvasd el, légy szíves, hogy választ majd azért bigyezhetnél. Reméljük nem egy dickpicket küldtének. Reméljük nem. Szerintem azért szólt most, mert így stream alatt szeretné meglátni az azt kifejezésemet, hogy mit szólok ahhoz, amit kaptam. Lehet, hogy olvasd róla. Ez mi volt? Oh my god, very big. Gyerekek, itt... Pótlólagos? Vannak bajok. Aha, pótlólagos. Akkor utólag is. Ez... Isten éltessen. Nem, ma van te. Jó lelkű. Ma? Azért mondtam, hány órakor születtél? Akkor Isten éltessen. Éltem 4-kor. Akkor ma utólagos, bazzeg, mert megszülettél. Nem mondjuk jogos. Na, ugye? Gyerekek, fölrobbantam Everusnál. Akkor se neked lesz igazad. Fölrobbantál? Jaj. Föl. Ahogy szálltam ki a izéből, hangárból. Most úsztam be a talpakat. Megakadt a repülő. Aha. És rotty. Ki se engedte. Mindenhol jó, de legjobb rottya. Nem tudok, az a baj. Most megforgatja meg. Kanyarodj erre, és itt... Nem kanyarodik. Azt érzékelni, mint hogyha a toronyba lennék benne. Tehát a torony forog. Csak akkor szálljál ki. Na majd van akkor... Van baj. Kibeszállj. Jó, Petyám, gyere majd. Gyerekek, szerintetek arra a 18-tól hányadik emeletem vagyok a kórházban? Tuti 2-es. Ott hát. Ilyen a szerencséd. Nem már.
Hát itt nem jön a lift. Volt F4. Egy exit menüt, azt vissza. Ja, kénytelen lesz. Volt. Volt F4. Betoljtok, megjött a lift. Na, igen, király. Hallod, mi történik a játékkal? Teljesen szét van izéva, hype-olva az egész most már. Ezek a devek, ezek betoljás. Nagyon kis huncutok. Ugye? Pedig most azt mondom, a hangárba robbanó töltetet helyeznek el, itt most működik a lift, én teljesen le vagyok döbben. Most nem mondhatom azt, hogy jó szerverre hoztalak titeket, mert most nem én voltam. Bocs, véletlenül úgy jöttem a Claymore-t, elfelejtettem szólni. Itt vagyok, ne indulj el vele. Claymore. Nyitom az ajtót. SVG Légion, jár neked a Csirke Techno. Megint elnyomtam. Neked is ki van írva a trespassing-sed? Nincs. Na még egyszer. Ja, mert a hajón trespass. Hát lehet, hogy az. Nem nyílik az. Nem nyílik az. Csá Légion, üdv Alexava flottájában, Csácsumi cső. Lehet, hogy nem ártan áttennem ezt a gombot a másikra, amiről mindig azt hiszem, hogy az a gomb. De még mindig lusta voltam. Fogod nyomni. Mindig ezért nyomom. Tudjátok a bug zenét, amikor van valami bug, és akkor az... A mém végzene, tudod? Ami múltkor megbeszéltünk. Ja, csak ugye te nem hallod, mert nincs hanga az én. Jó, majd lesz lép ki. Lép vissza a szerverre. Aztán érted, megyek majd oda. Beteszek még egy időt Centurion. Jó, jól van. De legalább tankolni nem lehet. Na, ebbe az a kívás, hogy egy ekkora megmozdulást próbálj meg összerakni úgy, hogy ne szakadjon össze a játék. Jaj. Én részt vettem az idén a Daymar Rallyn. Igen? És részt szerettem volna menni, ez inkább úgy a helyes kifejezés. Most ezt inkább nem mondjuk el, hogy mi volt. Hát gondolom az interneten csak a jó részét lehetett látni, nem? Természetesen. Ami már szépen gyönyörűen ment. Órákig. Órákig vártunk, hogy elinduljunk. Édes Istenem. Milyen jó, hogy a szinkronban mennek a szerverek. Ja. Olyan volt, mint a vasárnapi event. Az a szép, szép izé, de szink. Az a vasárnapi event, azt kiírtam, de hogy vasárnapra három fő maradt. Úgyhogy ebben én is, meg Ever is benne voltam. Uh-huh. Ever. Hm? Nagyon óvatosan mozog, bal egyben vagyok szoros kötelékben. Na, itt van imprintem fönt. Everuson, kettő. Kettő. Szeretném megkattintani Everust, szerintetek? Megkattintani? Megkattintani, olyan messze vagyok. Csá, Nari. Cső. Nem rossz jöttél be? Szerintem. Te elhívtad a liftet, aha. De nem nyomtam semmit, te hívtad oda a liftet amúgy. Én igen, de te most akkor... Ja. Én most visszamentem a kettőbe. Ja. Én most hozom ki a karakot Everuson. Jó, oké. Okay. Mindjárt körberepülöm. Megnézzük egyáltalán, hogy mennyien vannak, vagy mit csinálnak. És akkor egyből lövünk? Mindenkire, mindenre, ami mozog? Előbb csak lokkolunk, ijesszük meg őket, lőjenek ők előbb. Tehát ilyen... Pálit, ez egy ilyen satnyi 800 méter per szekes sebesség, tehát elhúzol a frontba a föld felett. Attól függ, milyen... És onnan egészséről tudod látni, hogy hányan vannak, illetve nehéz célpont lesz, mert hogy a föld közelében repülsz. Tehát igazából géppel felesleges FPS célpontra lőni. Nem FPS célpontra gondoltam, hanem amúgy. Amúgy. A légteret felderíteni, jobb, ha minél alacsonyabban vagy, mert hogy... Egy fokkal nehezebb célpont vagy, mint hogyha csak úgy repülsz a térben. Na mindjárt körülnézünk. Ilyen tippek jöhetnek, mert ezeket szeretjük. Na, magyarul taníts, mester.
Így van. El lehet sajátítani ezt a képességet? A Jediknél biztosan nem. Én egy felderítést addig vállalok, amíg összeszedjük magunkat. Állj át a sötét oldalra. Én is. Van kávénk. Az nem elég, nincs villanyszámla. És fűtésszámla sincs, mert sok gép megy egyszerre. Thank you. Ja, jól fűttenek a droidok. Jaja. Na jó, oké. Én mentem itt egy kört. Mondjuk az állomás körül nem nagyon kéne körözgetni, nem? Mert egyszer csak azt mondja, hogy puk. Mire elkezdjük, már nappal lesz legalább. Üdv mindenkinek! Csá, Petya! Halló! Na, hol van a... csibésztanya? Jövök vissza, Shed! Kiknél lesznek a földi járművek? Shed. Az jó. Veszek lőszert, Sanyi, és már szaladok is. Nekem van bőven. Ever? Milyen messze van onnan a legközelebbi földi jármű lekéről? Na, látom, hogy mi a baj. Szigetem van. Hát... Nekem nem, mert éhova ebben kell akarok operálni. Hát messze. Na, jó. 70-en vannak a szerveren. Veletek együtt, gondolom. Jaj. Jaj, hát ott olyan 900 kilométer. Hát akkor azt én nem vállalom be. Hát szerintem sem. Party memberre tudok ugrani. Kicsi a rakás, nagyobbat kíván. Megvan. Ennyi. Oké. Na. Akkor megy. Haladunk szépen. Kicsit le kell lassulni kicsit. 400 környékére. Így. Ez oké. Jó, hogy itt még sötét, hogy sötétben vagyunk, értem. Igen, de lassan pitymallik. Pitymallik. Oké. Jössz, Kobi? Aha. Igen, csak én egy kicsit elrepültem tőle, hogy vízszintesen tudjak elmenni már alacsonyan. Ez a production facility, ezt kell nekünk, igaz? Mhm. Uh-huh. Miért Kovi, rá tudok ugrani, azt hiszem. Homlink fele. Erről hát rám ne. Miért? Mert én mozgok, én most közel vagyok már a talajhoz. Viszont azt nézem, hogy... Már lokkoltak. Na, akkor vannak lent. Vannak, itt vannak fények szépen. Állj meg, légy szíves, hogyha ugorjak rád, mert az életben nem fogok tudni akkor odaérni. Akkor menjünk, mi is lefele, mert csak ketten mentek le eddig. Hát igazából Már jönnek a rakéták. Kovi, akkor... Jó, akkor egy kicsit menj távolabb, és akkor majd gyülekezünk egy ilyen 20 kilométerre a gyártól. Jó? Csak nekem valamiért az Istené nem akarja, hogy oda tudjak ugrani. Semmiféleképpen nem akarja. OM2-ről mentetek ti? Nem. Ide jöttem, ilyen tudod, ilyen háromszög elve közel, hát hogy nincsen ugrópont, meg semmit. Uh-huh. Hát legjobb, amit tudsz csinálni, azt egy erről elugraszt. Mi itt állunk 120 km-re kint a épület fölött. Uh-huh. Na jó, legalább elsődlegesen a crime nem ránk kerül. Menjünk közelebb, nem? Kérem a vezetőt, infeljön! Gerire meg Everre, akkor ráugrok Everre. Menj, hogy Petiket majd hívjam. Mindjárt hívom be Petiket. Jó, engem kilőttek. Na, miért menték közel? Engem már, de úgy, hogy engem konkrétan a hajóból lőttek ki, és utána lőtték ki a hajót. Ajha. És sokan vannak. Hát akkor ne egyesével, akkor egyszerre menjünk oda. Ja, akkor legalább már ezt tudjuk. Egy kis türelmet kérek, mert nekem még... Vigyek egy a kettőt? Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha már ők úgy felvették a crime-ot, akkor lehet, hogy le kéne szórni őt. Le. Aja, igen. Jaj, ez a kurva allergia. Szit. Izélj az óromat. Ne kurva ezzel. Hát ez az, hogy allergiás vagyok. Allergiás vagyok, ja. Nem bírja a szervezetem.
Mit? Az olyan nőket, na ne szórakozzál már. Milyen férfi vagy. Na Zsótikám, kapd elő az A2-t. Hát figyelj, ezzel a játékkal szereti játszani, nem szereti a könnyű. Inkább csöndben maradok. Mert az asszony a sodrófában van mögöttem, mit mondtál? Figyeljetek, nem lehet izélni. Saját épségünkre vigyázni kell, a tepsi épségünkre. Kedves nézőink, ha esetleg Sándor eltűnne a fészkedről, akkor az azt jelenti, hogy az asszony tarkombakta. Egyszer csak elfeketedik a képernyő. Adás szünet hang, tudjátok, sipolás, izé. Kitört a zombi apokalipszis. Sanyit agyon tették. Nem, csak a feje helyet cserél a serpenyőbe. Csak. Az úgy Sándor. Időtálló arcnyomatot készítenek róla, én inkább így fogalmaznám meg. Mutatottad nekem egy ilyen mémet amúgy, hogy izé, a Amcsiba valami Pepco féle helyen. Két nő. Ja, az egyik mind a kettő palacsinta sütőt nézegetett, az egyik az így hadonászott vele, a másik meg így izét tudod, hogy mintha sütni a palacsintát, és akkor az volt a mémnek a fő cím, hogy kétféle ember létezik. Csak ez a palacsinta sütős verzió. Cefet. Na itt vagyok. És akkor itt vagyok a helyszín pedig 120 kilométer, jó? Oké. Nagyon jó. Főnök úr, ne felejtsen el! Nem felejtelek, most már beparkolok ide. Sting mellé, mögé elé, Everhöz is. Mindenkihez is ide parkolok. Tudtál joinolni vissza? Még nincs tele a szeró, nem? Nem tudok róla, valami 70-et mondott valaki ezelőbb. Én mindjárt elnézem. Én közben újraélettem, mindjárt jövök akkor. 69. Gondolkozom, hogy... Itt még nem vagyunk benne az atmoszférába, tehát kikapcsolhatom a hajtóművet. És nem kezdek el zuhanni. Hozhatok A2-t bombázni. De... ahhoz át kell mennem Eberusra. Igen, csak ilyenkor most beszorsz oda egy bombát, akkor a... ládák azok nem semmisülnek meg, amik esetleg ott... Nem, hát jó bombázni. Ment a partin vagy, Petya. Oké. Ez egy nagyon jó kérdés volt. Zsolti, hol vagy? Arra a 18-on. Elmenjek érted? Hát nem kártalak innen menni. Csak már Eberusra kikértem az A2-t. Fimka, megcsináltak téged is? Aha, meg engem is. Lol. De vissza tudtok jönni, nem? Igen. Igen, nekem egy perc is nagyon a hajó. Ide kértétek az imprinteteket fönt. Föntre. Igen. Everushoz. Én is átpakoltam. Lehet meg, hogy túlélem. Ugye azt beszéltük, én is azért jöttem be ide, mert különben nem ugráltam volna az állomásra. Mondja Dever. Élsz? Élsz még? Hát én megálltam 50 kilométerre. 50-nél még nincs gond. Én megkérdeztem háromszor, hogy elindultak-e, hogy közelebb menjünk. Hát közelebb mehetünk, igazából mindegy, hogy hol várakozunk. Leszálltunk addig. A lekapcsoláson rajta vagyok egyébként. Aha, jó. Harmadik csiktelnek. Szeretünk. Ja, akkor Link, az nagyon jó, nagyon jó. Hova kell küldeni a sört? Akkor bírta parkolni. Az a baj, hogy semmit nem lőtt rám az állomás, nem tudom miért. Na. És ez miért baj? Hát baj, nem baj, az így én van. Én örülök neki. Ne is félre. Hát te azt mondtad, hogy az a baj. Jó, azt ilyen, tudod, szólásmondás, kifejezés. A Star Citizenben, ha valami nem úgy működik, ahogy kéne, az azt jelenti, hogy baj van. Nem fordítva? Akkor mindig baj van. Ez az, hogy itt mindig baj van. A bajság. Meg egy picit, hogy egy F8C várti. Mint ha említetted is volna, itt valaki F8C-zett, akkor te voltál. Nem én voltam. Nem, te mondtad, hogy itt egy F8C? Ja, de. Na, akkor ezt hallottam, hát mondtad. Ja. Csak nem tudtam. Azt hittem, hogy valaki hoz egy F8C-t. Csak nem akartam, hogy felocsúdom. Megnézem, hogy be tudom-e törni, aztán kiderül. Eliágo, azzal van. Hát kvantumot nem tudom. De végre sikerült újra törni a kvantumot is. Wow. Fú, gyerekek. Én is vettem volna F8C-t, ha nem gyűjtenék hotászra.
Teljesen kivoltam, hogy ki kellett hagynom. De tényleg lelkibeteg voltam napokig. Nem tudtam ezt eszközölni. De tényleg, ami késik, nem múlik. Amúgy igen. Tehát az képest, hogy az legelső vásárt még úgy mondták, hogy exkluzív, hát... Aztán nem az lett, aztán végül is kinyitották a boltot mindenkinek. Hát, majd Invictus-kor lesz szerintem, május végén megint. Jó, de egy félkész játékban én nem tudom, tehát nem biztos, hogy belevernék ennyi lóvét. Hát, én sem. Mindenki így kezd egyébként. Én mindig jobban érzem magam, mint hogy a fotra költöttem volna ennyit. Megvettem a játékot. Vagy vibákra. Akciósan egy nagyon komoly aurórám van gyárilag a patchbe. Teljesen. Meg amit ráköltöttem a játékra, az egy VKB volt, és csá. A nagyhajókat az bízze az olyan borondokra, mint mi. Akinek vagy van mint, rá. Vagy mint Hege. Confiscate Contraband. De ez hol van helyen? Oh, hát... Unatkozik munka után, tehát ő na, azért vásárol. Na, most Hegead valaminek a... Hege az egy a külön mindenes. Történet. Az állat. Na. Az egy állat. Comlink down. Köszönjük ez az, szépen. Ez az, köszi. Zsír. Király vagy, azt szerintem egy egész házat ráköltött ma a játékra. Jézusom. Hege? Simán. És olyan a legmagasabb concierge szinten tartunk. Na, Az tényleg nagyon durva. Én tudom, hogy mennyi a legmagasabb concierge. Meg egy korfelvásárlás. Hát nem $2, az sem. Azért az kemény. Sosod nincs comlink, elindulnátok? Rohanok, csak sajnos a csillagokért nem úgy gondolja. Két emberre kevesebben vagyunk, mert meghaltak ugye. Igen. Én már mindjárt ott vagyok. Nekem kéne egy fuvar. Velem is csak többen lesztek, tehát én ilyen zavaró állomás leszek majd. Nem baj az. Felrobbant a hajód, vagy mi? Dehogyis nem. Egész eddig nem lőtt az állomás, leszettem a comlinket, abban a pillanatban elkezdte lőni. Megnézem az asnyot. Kire lehet ugrani? Kire kell ráugrani? Bennyire? Hát, Benny Ágó nagyon közel van a dolgokhoz. Hát ebbe az asnyocébe tudok szállni, bár igazán itt is ezért kérdéses lesz a túlélés. Csanyi, meg egy kicsit távolabb, mert elég nagy méretű a hajóm, és ki tudja melyik irányba fog elstartolni. Oké. Hát ezt neked kéne tudnod. Nekem kell tudnom, de ha az automatika befordítja egy olyan irányba, hogy neki megyek, akkor abból gond lesz. Hát abból gond. De oké, eljöttem. Jól van, közelebb merészkedjünk most már azért akkor? Érzük szerintem. Az a baj, hogy engem is lőni fog, úgyhogy... Jöttem, most elmentettek kimenteni Benit? Vagy ott most itt? Mhm. Oké, én közben itt próbálom fel, vagy kinyitni ezt a F8-at. Az mindenképp megér egy próbát. Na, raktam. Ujj! Szerbe gyorsan! Hát, igyekszem! Hajj be, gyerek! Na, itt vagyunk, Gabi. Itt vagyok tőled, nem messze. Öröm nyitni a rampát. Ki van? Kire? De nem repülünk rá, csak mellé szállunk. Oké, mehet. Mehetek? Petike mehet. Felé... Babolj, a izé fele menje, Petike fele, ne a... izé fele. Ne a production facility fele menje. Hova vigyelek Atmo? Valahova közel. De hogy érted? Kell jármű vagy valami? Nem. Akkor szállj be a túredbe viszont. Addig is. És akkor majd, hogyha végig, hogy miénk a légtér, akkor majd leraklak a Junktown-nál. Oké. Addig harc. Inka, tudtál jönni? Ja, és most kérem ki, hogy mindjárt jövök. Oké. Okay. Miért ilyen rossz a bitrétem? Mi a tökön van? Kicsi a rakás. Nem, a stream bitrétje azt mondja, hogy nem jó.
Na jó, akkor menjünk körülni. Zsír. Szerintem a Szentúrókon a mi is vagy 50 km-re szálljunk le, nem Shed? Hát, nincs akkor a sziget. Sziget, igen, tehát hogy... Úgy néz ki, hogy nincs gond. Beúszunk. Beültél Atmo Turretbe? Bába. Akkor menjünk, nézzünk körül. Jó. Te célpontodra figyeljek, vagy szabadon? Arra lősz, amit szeretnél. Jó. Védjél meg minket. Lehetőleg arra. Hát csak majd tisztel. Együtt kéne odaérkeznünk. Nem megyünk. Menjél, Peti. Nem megyünk oda, csak közelébe megyünk egy 50 km-nél közelebb, nem menjen senki. Ja, jó, akkor megállok. Akkor mindenki álljon meg. Én már 42-re vagyok, de Petike úgy látom, hogy meg sokkal közelebb ment meg. Én lemegyek a felszín közelébe. Én is a felszín közelénél fogom megközelíteni, tehát lemegyek, és akkor szépen ja, a felszín fölött fogom megközelíteni, szerintem csináljuk így. Jó, ne repüljünk úgy rájuk, mint, tehát, mert ők onnan várnak hajókat föntről, nem oldalról, vagy a felszín közelről, érted? Úgyhogy ez lesz a mi trükkünk, hogy szépen onnan a talajról meglepjük őket. Tehát akkor nekem, én mint gyengébbe kedvéért megismétlem magamnak, tehát akkor ne úgy menjünk rájuk, mint étjük a takonyra, hanem úgy rendesen, úgy oldalról. Oldalról, így van. Jó. Becsekkeljük őket oldalról. Jó. Csak ugye én sem csőgázom megyek a föld, vagy a bolygó felszín fel, hanem szépen lassan, mert úgyis az jött többiek még sehol nincsenek, még jönnek, és csomóan jönnek még. Meg zuhanni könnyebb. Bizony. Free fall. Mi leszünk a fall guys. Az lezuhanunk a bolygóra. Jó. Jól lassítunk egy kicsit. Te is lassíthatsz, Aver. Olyan 1500 jó, hát méternél. Kell majd a ellenállás majd szélbe, hogy tök mindegy. Mennyi kíváncsi ezek a Vanguard, az milyen lesz az Master Mode után légtérbe. Na én is. Az űrbe jó, próbáltuk arra a Commanderbe. Na jó, bírja. Uh-huh. Nagyon, nagyon állat. Tényleg úgy lehet vele fordulni, mintha busz lenne. Tehát így... Én voltam, Peti, bocsi. Csővel elhúztam föl, és akkor ugye elkezd fordulni, és ugye mikor te azt gondolod, hogy majd most akkor egyenesbe hozod, utána meg csőbe ellen kell tolni, hogy vissza tud. Hát szóval nem szabad mi a fenézni vele. Nagyon óvatosan kell. Hát lehet csak megszokni. Meg amúgy, igen. Hát ott ahol a Constellation széria az olyan. Nem tudom ki kvantumozik rám, de 4000 na, méter elég a kát, talajtó. Úgy jó voltosan. Na egy... De vagytok szállva, srácok? Negatív? Negatív. Ki mért be? Nem tudom, valaki engem is bemért, meglepődtem. De közülünk? Senki nem ér be senkit? Nem. Nem. Az baj. Az baj. Baj. Az furi. Aha, előttünk vannak 4000 méterre, meg 8000-re. Ott jön felénk, támad a csávó. Nevedet mondjad létszem, mert nem tudom, hogy ki vagy. Evernél támad egy Hornet, egy Beitó néven. Ránk támadt. Kovi, Geri. Már voltam, Zsanyi, ott pár kilométerre vannak tőlem. Figyelnek minket. Torpedókat látok. Segítsetek leszedni, mert rajtam van nagyon. Lövöm. Oké. Hát most lövi. Én is lövöm. Itt előttünk Atmo lőtt. Lámpázik. Várjál már. Evita 83-at elkezdem csükkedni. Mi van Atmo? Ez lőném én csak az így, nem szarál. Legjobb, amikor leesik az ezek. Az meg. A álltam. Milyen csata van itt? Jézusom, mi a tököm van itt? Nem tudom. Ez egy Cutlass Black Possum.
Bazd, nem majdnem elvitt a gyerek. Kapta tőlem. Úgy látszik rájött, hogy tőlem kell félni. Küldje fele, küldje fele. Az a vikének. És megvan. A hordet. A hordet, ezt csípkedem. Jó, megvan a hordet, szép volt. Szép volt a moment. Evel rajtatok van egy másik. Látom. Keresem. Ó, basszus. Jó, kapom. Ballisztikum üres. Én megosztom. Meghaltunk, szóval ez. Hups, hogy nem haltam meg. Vanguardon? Ja. Van egy szuper hornetünk, srácok, ami folyamatosan csipked benneteket, úgyhogy óvatosan. És hát most engem, de nekem még van shieldem. Hát... Miért áll meg mindig a hajóm? Egyet elvittünk ott múl legalább. Ja. Tengert felett voltunk? Segítség, mert nem. Szét fog csapni. Hát az ének akkor megmaradt az ott. Legalábbis remélem. Hú. Igen, egy kicsit ügyesebb, mint én. Jó, hát... Szétkaptuk a hornetet egy kicsit. Egy van. Nem ártott neki. Ekkora harcra nem számítottam azért. Hát ránk jöttek, itt, mert látják, hogy itt órákodunk. Itt most vannak. Igen. Itt csapták a hajót. Na jó, akkor hemelhet? Vallal. Ahhoz több ömmer kéne. Az egy... a baj, hogy a saját csapattársat is be lehet targetálni. Hát ez nem probléma. Ez egy probléma az, hogy... A hajtóművemnél kicsit lesérültem. Belokkolt valaki. Én voltam. Ja, most mindenki lokkol. Jó, semmi gond nincs most. Ti mit lettök, srácok? Bennyvel. Nem tudom. Én meghaltam. Ezt a sidót vagy kit, ezt kilőttem. Az jó. Próbáim voltam most. Covid, te most nekem izé vagy ellenséges, de nyilván nem lők rá. Nem, nekem is itt a csapatból többen azok. Jó, semmi gond. Hol van a... Ez a kontraband drop-off. Amikor én targeteltelek be 26 kilométerre vagyunk. Ja, nekünk is a kové is piros. Ez komoly kis légi ütközet volt amúgy. Hát ez így egy kezdésnek, ja. Engem valaki, jó. Oké, levette a targetet. Igen, leveszem én is. Én is kerestem, de nem találtam. De még egy. Kicsit megkóstolgatták a hornetemet, de... Nekem is egy picit. De ja. Őt jobban megkóstolgattuk, úgyhogy... Jó van, megy föl, jön föl a Stanton, úgyhogy napközben leszünk. Hoppá, valakit vidám. Nem, én csak valakit nagyon piros... Mögöttünk ember, Baltó 98 támad bennünket. Látom, alulról. Látom. Vissza is ért. Azt mondtuk, hogy az nem az a másik. Csipkedem, de nem nagyon tudok rajta érdemben fogást találni. Sanyi? Igen? Leszálltam 40 kilométerre, ez a hajó nem légi harcra való. Jó. Bombák kellene, szóljatok nekem vagy Zsoltinak. Már Zsolti még nincs itt. Uh-huh. Zsolti mindjárt ott van. Atmo, mit hívsz le? Siessetek. Ja, jó. PHP... Eltűnt. Félig leesett. De hogy tűnik el? Csak a radarról, de figyeljetek, szkennelgessetek folyamatosan. Narci, bocs, Narci én voltam, vagy Narik, bocs. Jó, vagy a noise-t. Megint Narit, sikerült valaki megint belokkolt. Jó. Én pingelgetek. Nem tetszett egy spawn pointot belőle járgó. Nem. Hát, hiba. Balto engem piszkál. Látom, alattunk van. Elkezdem táncoltatni. Minimális emlók próbál bele. Nyis shieldje, lehet ütni. Úgy látom, vadásszal jobban járok, ha oda megyek. Inkább azzal, mint... Úr, ilyenkor de hiányzik sepó, baszki. Igen, alattomos... Sedés volt! Alattomosan jön. Elkünk, mondta izét. Nagyon len van a pajzsom, el kell mennem javítani. Még mielőtt bármi történne. Ó, hát én úgy jöttem, hogy nem baj, ha felrobbanok. Én is, de azért hajóba tele van hajót utca. Még egy Gladiusszal is vissza tudok jönni, csak az nem jó légköri harcra annyira. Shed, ti ott álltok valahol, azt ennyi? Repkedünk fönt viszonylag magasan, hogyha kell, akkor el tudjunk azért ugrani. Lehet, hogy
Kéne hozzá egy hemörhedet. Hát vagy azon gondolkodom, hogy leszállunk kicsit messzebb, és elindulunk járművel, aztán maximum majd áthoztok minket a szigetre egy másik hajóval. Az is lehet. Covid megint. A vadászok ellen hatékony lenne a Centurion. Hát figyelj, vagy parkatok le messze a C2-vel, és oda megyek hemörhedbe, és felveszlek titeket. Kiírtunk mindenkit, és aztán visszaviszlek titeket. Ezt is lehet, leszállunk valahol majd lehet. De menj is le az egyik Centurióba. Oké. Hát ha kell a Hammerhead-be... Az nem tudom, azt a rohadt Heberust bejelölni. Szóljatok, tehát a Hurricane-t beáldozom simán. A kontrabennél láttam egy emberkét egy pillanatra. Baltó jön vissza kontrabenn mellett, szimkát öli. Segíts szimkának, ha tudsz. Szimka, merre vagy? Még egy kört jövök hangárdból, aztán... De nem látlak. Igen, maradjunk egymáshoz közel valahogy, hogy ne legyünk távol. Van itt olyan állomás magánhörsztőn, ahol lehet javítani? Hát sok van. Rengeteg az. Hova összes... Menjek? Mindjárt várj. Az összes HDSF? Jó, engem meg volt. A HDMS. HDMS. Hornettel van a csávó. Aha. Igen. És jó nyomja. Igen. Jól, de szedem azt a száját szélét. Ki van a Hurricane-nel? Nem tudtam hozni. Elvette a játék. Ja. Olyan se tudja, a föld felszínen vagy. Oké, lőnek minket, úgyhogy leteszlek, aztán utána azt mondtam, hogy megyek is tovább, mert ez így. Oké. Akkor beülök a driver. Lehet, tényleg a Hammerhead. Még nem vagy benne? Jaj, most vagyok benne. Meddig kell még kimennem az atmoszférába. Oké, csak már visszállunk le. Ha valaki van Hammerhead. Oké, szóljál, mert nem látok hátra. Jaj. Mehetsz. Kihozom a hát, aztán szálljunk bele. Nem megy, basszus. Na. Kapcsol be. Be van. Ez az, föl tudtam szállni. Nagyon jó. Hammerhead. Jó, hát én. Hol lehet beülni, srácok? Hammerhead kinél van, hol lehet beülni? Itt Everuson van jelenleg. Jó, itt vagyok. Most sikerült, oké. Okay. Most már vége. Megléped. Viszont öltöz fel. Ah, várjál. Igen, nem kórház luciból. Nem vettem fel. Kiengedsz. Várjál. Piros a törzse. Köszi. Én 10 percet kérek. Hogy elmegyek javítani. Működik-e. Oké. Okay. Muszáj, mert még lelövök a pajzsom egyszer és elposztanak. Már általában bugos a port, aztán nem mindig működik az. És aha, ezt a játékot mi? Az bugos. Kell egy hajó, aki kivissza a Hammerheadhez. Az hol van? Hát annyi, hogy... Bakker! Nem. Annyi, hogy hívj le egy kétszemélyes hajót, és akkor vigyél ki a Hammerheadhez, mert nem jó a docking portja, azt nem tudunk felszállni, de... Roger. Ha gondolod, kiviszlek én. Miután megjavítottam magam. Remélhetőleg innen elenged ugrani föl Lizéhoz, Everushoz. Azom. Reclaimer, Gladius Arro, Hercules, Cutty Black. Cutty Black az nekünk jó, ugye? Aha, persze. Akkor arra kell, hogy kimenjünk a Hammerheadhez, hogy beszálljunk, mert... Nem tudom, hogy hol van egész Reclaimer, nem? Itt van nagy bug volt, Shed. Hármas hangár. Beültem a székbe, elindult hátra magától, és nem lehetett megint megállítani. Neked valami ott van, mert mindkettőt vezettem, tehát valami a joystickod, vagy valami bezavar neki. Ja, van controller, joystick. Jaja. Bármi. Ah, megint előtt. Igen. Mondom, mindkettő Centurion volt, ami ott volt, azt vezettem, úgyhogy mindkettő normálisan ment. Ami ugye úgy kell, ezek túl jó játszak, de úgy kell mennünk, hogy Hammerhead, és akkor mellette még a Infernók, vagy ilyesmi, és akkor valahogy így. De úrva, bassz, hiszen a Baltót nem tudjuk lelőni, pedig izéval megy, hát. Én is itt kergetem. Hájjemzérdőig. Kérem a felszállást, és átadom a pilótot, hogy nem tudom. Hát nem muszáj, fogod látni a radaron a Hammerheadet, hogy hol parkol. Egyébként tőlünk jobbra van. Én gyalogosan vagyok, én túléltem. Na de jó. Egy csomószorom, hogy indítom. Ó, már ketten vannak. Radarra, mert azért meg nem tudok ki. Ott vagy a Szahába? Hullámért valahogy. Én is megyek HH-ba, csak... Addig kihúzom a hulládat. ...a kórházba. Oké, köszi. Jó, majd kimegyek egy padra a Hammerheadbe.
Én csak a legutóbbi hullájelzést. De várjál csak traktorbeammel, mert különben lehet, hogy még azzal sem, még bebugolhat. Yes, igen, ez egy Aegis Hammerhead. Ezért be tudok vállalni transportot Hammerheadre, ha kell valakinek. Hát nem muszáj, mi oda fogunk parkolni egy perchez, és akkor... Ja, jó, oké. Ott felszállnak majd a padoknál. Én csak azért látom amúgy a legutóbbi halálom helyét. Aha. Ha alulra megyek, igaz? Amikor alul van a bejárata. Hajj már meg! Álljak. Várjál, hol vagy Ever? Melyik ez? Jó, balra beállok hozzá, jó? Docking portnál vagy? Hát egyesnél, de ugye ez bugos, nem nyílik ki. Ne. Na. Jó. Baltó, azt hiszem, nyaki. Elvileg ki tudsz húrani. Jó, csinálsz. Na, gyere te is. Fú, bazd me. Áj, Kobi, ugye elkaptam? Nem tudom. Én nekem eltűnt. Tehát tuti fix, hogy elkaptam. Fú, ez a hajom teljesen több sebből érzik. Juhuj. Ez bugos, hát ma mondom, hát. Hát ezek egész jól tolják, na. Hát meg kell hagyni, igen. Van egy karak. Azért látszik, hogy más bazzai player ellen, mint AI ellen harcol. Hát hogyne lenne más. Gyere, Igor! Gyere, Igorka! Ó, Istenem, de jó, hú. Azon imádkoztam, szorítottam a valagamat, hogy meg tudjam javítani a hajót padon, mert ugye mostanában el sem működik a padon való repair. Megint? Ne, működik. Azért mondom, hogy szorítottam üzét, farpofákat, hogy meg tudjam javítani a hajót, nehogy vissza kell még egy kört menni. Most a Baltó itt van, nem halt. Nem? Nem, ez nem okos gyerek. Azért csinálja azt, amit csinál, mert ugye lő egy darabig, aztán mikor már látja, hogy lemegy a pajzsa, elmegy a francba. Igen. És akkor szépen újra tölti a pajzsot, tudod? És akkor utána... Baltó halt. Jó, én beültem. Ever, melyik padnál vagy? Vagy még nem vagy padnál? Még nem. De ne tűnjál! Nem visszaszedni. Hova tűntél? Megfosztultam magam. Hajó! Te is Iron kergeted? Az Igort kergettem, de hova az anyjába tűnt? Szerintem azok dobják a cseppeket, mint a kötelező lenne. És a noise-okat, bocs. Melyik padra mentél benni egyet? Vagytok látszik, hogy ezek PvP-sek. Na hát... Peti, itt látod azt a Herkulest? Az mi az? Ki van padnál? Én voltam. Megyek vissza. Ever? Kaptunk rá egyet, de vicces. Halálos helyet, ugye? Nem tudom. Ott nem most nem a sniper-t hoztak miatt a gócsen. Én nem. Tudom, milyen nehéz omorok. Én itt vagyok a létesítményén, nincs itt senki más. Itt van kint a hullád, Chad. Oké, megyek, köszönöm. Ment, hogy hajón kívül fekszik. Hol vagytok? Aha, igen, a másik oldalon. Jó, partmemberre fogok ugrani. Jó. Remélem, hogy... Elmenekültek. Remélem, hogy nem lesz semmi gond. A Baltót azt sikerült kilőnöm. Helyes. Jó, a Hammerbe kéne még szerintem legénység, mert én az egyik oldalán... Most ketten szállnak be. Az király. Konkrétan semmit nem látok. Hány ember érdemes ebbe? 5, 6. Ever, van még plusz pilóta. Jó, 6 plusz pilóta. Hűha. Pilótával egyet 7 ember. Aha, merre van? Van egy. Ki vezeti? Ever. Oda menjünk a facility-hez? Never. De ha akarja más, én átadom szívesen. Nem, beülnék turretbe. Csak itt vagyok az Inferno-val. Elnéztetünk a facility felé. Jöttem, itt a Kobi. Alacsonyan repülve, hogy mi a helyzet arra. Jó, mehetünk. Én is visszaértem végszóra, 30 km-en belül vagyok. Lehet, hogy kéne kapcsolnom a felhőzetet. Ki jön még a HH-ba? Itt a Everuson? Én is, hogy a fölveszel itt.
itt a helyszín mellett vagyok. 600 méter, 500 méter, 400 méter, 350 méter magasan repülök. Benite a felső túrodba mentél? Ki mondta, hogy jön túrodba még? A HH-ba ki mondta? Majlát én. Azt jól tudom. És te hol vagy, Nari? Én itt vagyok, ahol harcoltunk. Ti hol vagytok? Hát én voltam Nari, én jelöltelek meg, mert már mutatja, hogy ellenséges vagy. Jó, akkor... akkor megyünk a bolygóhoz, és akkor... Ratata. De meg, akkor... itt van előttem. Megyek Majláthoz, aztán akkor ott. Ideérünk, aztán van 13 FPS. Az lehet. Ki van előtte, Jolti? The Mac. Elindulhatok a C2-vel, vagy várjuk még? Te van ellenséggel, vagy hol szeretném? Mégnek semmiképp. Maradjál még, mert nagyon-nagyon nem tiszta a terep. Nem lesz egyszerű biztosítani. Lőnek! Hát, jó. Óvatosan. De nincs leesett az FPS úgy, mint az állat. Hol vagytok majd? Ja, that too. Me too. A felszínen van jump temple 30 km-re. Elvé, igen. Jó, nem látom, de megkereslek. Na, süllyed a katleszem, az mi a tökömér van? Gravi. Be kéne kapcsolnom a V-tolt? Coupled mode. Szerintem az Aegis-szel lezuhant a gyerek. Mert eltűnt. Na, itt van előttem. Vagy csak bagos a hajón, mint az állat. Én ezt nem értem. Jön egy L2-es amúgy. Most nézem. Production facility fölött. De mi ez? Úgy közel jöttünk, basszus. Nem folyamatosan süllyed a hajom. A coupled mode be a kapcsolva? A coupled? Uh-huh. Jajajajaj! 60 méter, menj ma! Menj, ne! Az lesz a baj, aha, mert elnyomkodtam a gombokat. Vigyázzatok, le fognak bombázni titeket, srácok, ha A2-es megy felétek. Hol, merre? Hol van? A pont a bázisra, ahova tartunk. És ki az a... Kovi lövi, ha jól látom. Igen. Hívok még egy vadászpilótát. Alex. Tessé? Hívok még egy vadászpilótát. Jó. Nagyon jó a srác. Oké. Okay. Ebből az eventet el sem indítottuk. Nem? Nem, már elfelejtettem, de most de, már. Jó, én is. Te teljesen. Tehát. Jó, tűnt ez a... Ez a Shiodo is velünk van? Nem, Shiodo az... nem hiszem. Van itt egy ilyen, hogy Gaussi akárki. Azt lövette, Kovi? Igen. Ő az A2-es. Megyek, besegítek. Jövök majd át. Oké. Sette látod a hulládat? Még nem. Majd oda megyek. Na csak azért, mert akkor addig maradni kellene, hogy tudja, hogy hova kell jönni Shednek. Ilyen sepó. Mindjárt ott leszek egyébként. Oké. Miért látja majd az X-et szerint? De már mindegy. Hát az én sír. Ja, kát lesz, de nincs rakéta. Aha. Shed, te is beszállsz a Hammerhead-be? Most egyelőre nincs jobb, úgyhogy igen. Alex, írtam neked egy nevet, légy szesz, vedd már fel azt a gyereket Frennek, és invite-ot be a partyba. Ingen, nem tudom, jelöljön menüből. Jelöljön meg menüből engem. A barátnak. Alex Cseba, igaz? Alex Cseba, igen. Pillanat, és írom neki. Bocs, rászoksz a Dead-re előtte a hajót? Jó, hát ez ilyen. Mondjuk, van itt még egy kontakt. Be is fejezett. Az Isten itt. Amúgy Atmo az ilyen hullám még zuhan. Nagyon magasan van. De amúgy... Kovi, elment az A2? Elüldözöm, de az a baj, hogy már csak rakétákkal tudom lőni, mert közben kifogytam teljesen. Jó, semmi baj. Vissza kell mennem risztokolni. De amúgy szerintem nem is az azért az a marker. Nem, ugye a halál helyszíntje elő szerint. Halál helyét.
Szóval ez nem is fog lejönni. A production facility ez akkor, akkor most ki merre van? Mindjárt indul a Hammerhead egy pár perc. Akkor addig én sem megyek közel. Nekem most már a bolygóban mutatja. Hol van a... A Herkules vagy a C2 mögött van. Vagy előtt van. Küldtem. Gyere itt, ahol én vagyok. Remélem, tényleg ott lesz, mert nekem most azt mutatja, hogy zuhan. Anya, belettél fremdelve. Itt van még mindig, itt, ahol én vagyok. Belettem. Be, White Nádasdi, és hív már meg a srácot, jó? Azonnal, persze. Fedő neve Sepó. Sepó? De az a fedő. Ja, itt vagyok. Hello. Látod? Szia. Nem. Hello. Meg tudod mozgatni? Aha. Simka, te is jössz a HH-ba? Aha, oké. Hozzáadtam, és akkor most friends. Látod most? Nem. Pillanat, nekem töltő játék. Küldtem Sepo, akkor a party invite-ot, jó? Hát figyelj, várj, akkor ki fölveszem és ledobálom egyenként a trüggel. Jó, vigyük be a HH-ba, aztán ott vagy itt. Jó. Oké. Okay. Egyébként nekem is leesett az FPS-em, amikor elkezdtem kergetni Kovival ezt az A2-t. Csak eljöttem kicsit közelebb ide a facility-hez, és akkor azonnal beakadt a játék. Leszálltunk, de nekem ilyen 15-20 FPS-en van, vagyis hát nem, inkább darabolós 60. Oké, okay, mehetünk föl. Go up. Mehet a HH? Van baj rendesen, mert ugye úgy is marad. Nem az, hogy egy pillanatra... Igen. Nem jó, eltűnt. Lent maradt a földön a hullád. És az a baj, tudod, hogy annyira nagyon darabos volt, hogy folyamatosan itt nem tudnak utána fordulni. Oké, okay, király. Láttad, nem? Nem, én továbbra sem, tehát ki kell majd dobálod. Na jó. Tehát a legjobb bajom az volt. Hát teszek mindent a járműbe, és... Oké. Okay. A legnagyobb baj az, hogy annyira nagyon szaggatósá válik, hogy nem tudsz fordulni normálisan. Csak dobáld, aztán én megveszem, amit... Még a bal egyes túret szabad, a jobb kettes, meg a hátsó. Jó, megyek majd hátulra. Én is mindjárt. Jó, egy láda megvan, szóljál, kész. Undersuite-ot majd. Fasz, ha? Nélkül nem tudom. Másik láda. Majd lát, épp felszálltatok a Hammerhead-re? Igen. Olyan. Jó, de várom, hogy beüljenek a turretbe, addig nem indulok el. Nem azért... Közel vagyunk már nagyon. Föl tudtad jönni, Shed? Nem látom az Undersuite-ot. Akkor egy picit arrébb állok. Minek az? Itt van oxigén. Az oxigén? 3000 liter levegőt von ki az oxigén. Vagy 30000. Csak egyszer láttam a videót. Egyszer életedbe? Uh-huh. Nem hiszem el. Mondom. Oké, fölveszem erre. Az ilyen vírus videók annyira nem fognak meg. Azok az ilyen videók? Mémen videók? Hát, hogy az ilyen... Ahhoz nem engedi, hanem ilyen. Magyar világ. Nem. Undersuite-ot akkor hajtok. Többit azt igen. Többit azt lehet. Megvan. Aha, most a kézarmor mindjárt megvan. Oké, megvan. A lábat is kidobtam. Majd hát lesz a hullakás. Jó. Ja, király, ez megvan. Sisak. Még van egy hely a H-ba, hogyha bárki akarna jönni. Még jön egy ember, akkor jó. Kidobtam a traktorbeamet, meg a hozzátartozó tárolót. Kidobtam azért is a... Ah, köszönjük, király. Ojojoj, nem így akartam. Jó, hogy ezt most teszi el. Te mikor érsz ide, Nori? Mennyi idő kb? De bolygóra? Perc, de ha felszálltok, akkor az Infernót ott hagyom. Oké, okay, én beültem már. De gyere ide a földre, száj levele. Mi most földön vagyunk. Hát föld közeli állapot. Jó. De figyelj, őszkvel nem tudom, egy 200 méteres ugrás és itt vagy. Ugye tudsz akkor átugrani.
üszköve. Jó, most ülök be a toronyba én is. Erre jött a zsaru. Akkor addig térkép újra. Most már stabilan vagyunk a föld, többé-kevésbé stabilan vagyunk a földön. Star Citizen-es stabilan vagyunk a földön. Azaz. Jó, hátsó torony is megy. És intéznezem oda. Az invite-t el tudod nekem küldeni még egyszer, White Mandazsnak? Igen. Természetesen. Na végre. Hát erre kíváncsi leszek, hogy most így HH-ba sikerülni fog-e bevenni Jumptown. Hát az a baj, hogy a HH is nagyon gyorsan képes megpusztulni. Ja, de még jönnek hát veletek ugye... a Steam kavadásszal jön szerintem, meg tengerű is, nem? Meg én is. Meg Whitehead-os az Inferno-val. Whitehead-os is jönni fog, és neki azért kicsit jobb PvE, vagy PvP képességei vannak, mint nekem. Úgyhogy... Küldtem megint, jó? De azért én is lecsipkedtem egyet, úgyhogy... Köszi, elfogadtam. Jézusom, two-step verification. No. Ah, csá. Most jutott ebbe a Twitch-edre. Oké. Okay. Kész vagyok. Még egy embert várunk ugye a H-ba. Oké. Okay. Aztán mehetünk utána. Hát jó, hát ez ilyen. Ha most kéne elkezdenem streamelni, és akkor... hát igen, már alapul, ott lennénk, hogyha nem lett volna ekkora hati légierő ott az ellenségnek. Fú, ja, nagyon durva. De hát ha ez most sikerül, akkor innen azt mondhatjuk, hogy azért ez jó volt, megérte. Bárhogy is alakul. De azért meg abuzáltuk őket rendesen, meg azért szerintem, hogy szkennelgettek minket. Kilő minket? Fölöttünk ellenség, bajtó 98, itt van fölöttünk, srácok, lőjétek. Kicsoda? Nem tudom lőni, fölöttünk a fölött. Ránk jöttek. Ott az izénál, az állomásnál, vagy mi? Nem, itt vagyunk 20 kilométer a földön. Na, de most már érzi szerintem, hogy... Jövök. Hát most már egyre többen vagyunk itt, nem ártana neki indulni most már, ja. Baltó 98, ez szeret le engem az előbb is. Egy halt hallom. Ő vadászik itt, szerintem ő az előrs, ő röpködött. A haverja is. Sloda, Anvil, FHC. Kemincs pont látóterbe. A Narira megy rá a bajtó, 98. Segítsünk neki. Sloda 2,1 kilométerre van tőlünk. Nari harcol vele. Már amennyire. Azaz, daráljátok szét. Kapta, pajzs leesett róla. Itt egy célpont, balra tőlünk. Slodó. Everék felé megyek. Jobbra ellenség. Valtó látom. Valaki halt, kill. Megint leállt, megint megállt a hajóm, én ezt nem is. Ja, tudom már miért áll meg a hajóm. Mellett ott a sodó gyerek, azt meg kell csiklandozni, ha meg... Siodó. Siodó, de lehet sodó is. Siodó, elnézést. Jó, hát annyi FPS sem nincs, hogy el tudjam olvasni. Most már el tudom. Hol van? Előttünk. Nem tudok helyzetet mondani. Előttünk. Látom. Lőjétek, baloldalt. Itt vagyok én. Szép. Jó, de szép srácok, szép. 3 kill. Szállunk le. Nagyon király. Jó, akkor... Adom te mihez. Hát a Nari beszáll hozzánk. Ja, oké. Okay. Na menjetek, inkább sok idő lesz. Mi? Hát itt mellett. Éden. Nem én. Ja. Jó, a HH az nagy megoldás, igen. Mert egész addig, ameddig nem jön egy reti, vagy egy... Azt mindig cseffelem, az nem ér semmi. És így a földön is cseffelni fogod? Persze. Csáridim, szia!
Nyisd az ajtót, Ever. Ki az a KN2379? Nem tudjuk. Nekem ellenségesnek jelöli. De hogyha nincsen rajta party marker... Kösz a feladatkozás, Legion. Köszi. Hát, figyelj, például itt van ugye Peti is, és neki sincs a markeren állam, de hát tudom, hogy itt van Discordon, szóval. Hát akkor csináljuk újra a partit. Hát. Nálam van Petin. Azzal már ne tököljünk szerintem. Mari felszállt? Igen, most száll be. Jó, akkor indul a hőr. Melyik turret szabad? Bal első. Én nagyon sietek. Oké. Okay. És ki lesz akkor a földi személyzet? Hát most jelenleg ne se tudunk szállni egyelőre, inkább tartsunk ott. Örüljünk, hogy odaérünk végre. Közel, hát egy és negyed óra után. Hát meg remélhetőleg ők lesznek, már bekapolták a hajó. Ez a sound glitch, ez mindig megvan. Igazából, ha már le tudunk szállni, akkor egy ciklont átok, egy ciklonnél talán átok menni én is. Hogyha van közelben valami állomás, ahol ki lehet venni. De miért pont Cyclone? Hát jó, az melyik lenne jobb? Hát Centurion. Centurion? Csom. Már az összes ilyen szutyot megvettem. Jézus, nincs. Jaj, nekem is lagos. Nekem nagyon-nagyon sok a lag. Sok víz. Alig van valami egy CPU utilization. Biztos el van hallal a víz is, szívülelni. Nem a halakkal van a baj. A sert hol vagy? Hát verni lehet meg. Na, meghalt mindenki? Én nem látok itt senkit. Én se. Hát valószínűleg ők csak PvP-zni jártak ide. Jönnek majd még szerintem. Tudják, hogy mi ide készültünk. Meg amúgy lehet bent lehet ember, úgyhogy az óvatosan. Persze, azért ne szaladjunk annyira előre. Srácok, szóljatok, hogyha induljak. Hát most már jöhetsz, szerintem. Aha, eddig tiszta a terep. Ja, igen, be lehet valahogy állnod. Jó, C2 elindult. Túrátok, azok nézzenek felfele, hogyha jön ellenség, mert én a HH-ból nem tudok felfele figyelni. Ford is fejre. Ja? Jó. Mik ezek a rakéták? Milyen sok rakéta mögöttünk egyébként, igen. Ez jó kérdés. Ez van valami harc, vagy mi? Csak gyanús, lehet meg kell nézni. Én eddig nem láttam senkit most. Hát elment mellettünk négy barátságos rakéta. Ez itt volt közvetlenül? Peti? Bele van valami Corsair, támadják Corsairit. Ugye, mert mitől volt barátságos, dorombolt? Csak a Discordon nem válasz. Barátságos rakéta. Nem tudom mi van ezzel, nem tudom becélozni. Ez a kárák, ez kié itt? Senkié? Az bedurrant az enyém volt. Bennáll egy tüzejében. Itt van jobbra egy célpont, nem? Hogy... Aha. Igor. Mi ezzel állna? Az visszajött. Kell neki itt a van Igor előttünk, aha. Én csak Simkát látom. Most nekem őt jelzi ellenségesnek. Itt van Ryudo 91 is előttünk. Nem tudnám mérni valamelyiket. Ez a bajom nekem is, nem tudom bemérni. Ez egy konkrét mindenkettő más gondolomban, szóval... Azért csak az Evert meg a Simkát látom, hát nem is hiszem el. Komolyan. Ryudo 91 előttünk. Szép, nem tudom... Már is szép, 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 szép. Nincs már?
Megvan? 10 FPS-en van. Nekem is nagyon lankulott. Hallod? Nekem is rohadt szar. 3. Jézus úristen. Ez a hősz nagyon lankos egy pár helyen. És úgy, hogy ki van kapcsolva volumetrikát. Jó, szép, szép volt. Két ellenség halt. Oké. Okay. Elmondom neked, már mindent levettem lovra, csak hogy ne laggoljon. Még a függönyt nem akkor vetted le, azt még vedd le. Azonnal tedd vissza hike-ra. Semmit nem érsz vele, ha a lógrafikára teszed. Ez csak rosszabb szokott lenne. Igen. Medium grafon van, nem az a baj. Az a baj, hogy optimalizálatlan. Tehát túl sok elemet kellene megjeleníteni, aztán esik szét a... Mindegy, de hogyha leveszitek a grafikát, akkor annyit értek el, hogy a VGA nem dolgozik, és mindent a CPU számol. Tehát nyugodtan terheljétek be a VGA-t. Hadd menjen, füstüljön. Összes 24 mag, mint a kendermagos tyúk úgy dolgozik. De jó, neked annyi magod van. A... Teljesen mindegy, lehet neki 500 is. Jó, ez a játék, ez mindent kiveri. Hát a szar, akkor persze, hát nincs optimizálva, hogy ne. Hát de 48-at is csak 20%-on használ. Na jó, de te egy külön állat vagy a számítógépeddel együtt. Nem azért, hogy a 4070-em is most jó, hogyha 40-et lát. De nem, hát ez a játék nem tudja kihasználni az összes magot. Nem hát. Elég kevés játék. Amúgy hát, elég nagy az a sziget. Optimalizálás meg alfa szakaszban nincsen. Hát persze. Nem sok. Hát azért elég sok. Én tök jól el vagyok. Vájnádas ugrik be. Vájnádas ugrik be. Azok nem optimalizálások, hanem az újabb technológiáknak a behozatalának a... Ja, a mellékhatásai. Az megint más. Igen. Igen. Itt vagyunk egyébként most. Ez, uh-huh. ez a helyszín itt. Uh-huh. Oké. Okay. Ott akkor... kéne pakolni. Jóha, aha, tényleg sok a fa, jól mondtátok. Fuck. Sok a fuck. Az még csak hagyjál. Szikla is, fa is, egyszerűen nem tudom letenni a hajót. Aha. Fuck, rock, van itt minden. Corsair az nem fér el, vagy valami kisebb de, hajó? Az jobb lenne a Corsair. Akkor hát, hogy ide a C2 sajnos nagy lesz. Mhm. Uh-huh. Hát legalábbis... 200 méter. Ja, lehet, hogy ilyen cut lefekti. 200 méter, ott van egy tisztás mögötted, ott jól, jól felemész. És itt már le is tudod rakni. Ja. Corsair talán. De ne úgy nézel, hogy az orrodat beledugod a föld. Menj ki külső nézetbe. Van itt egy játékos 14 kilométerre. Vigyázz, jövök, itt vagyok előtted. Merről? Neve? Nagyon hosszú, Gauss. Ő volt az A2-vel. Ja, akkor azért emelkedj fel, szerintem nehogy itt bombálom. Mert jön be az A2-vel megint. Merre van, srácok, a hemeret nem lát. Merre van, ilyenest. Látom. 215 fele. Tepó, próbálj meg rá menni. Kijelöltem egyessel. Egyébként egy vadász, majd a vadász az A2-ből legyen, és akkor nem tudja a bombát ledobni, mert ki lehet lőni, és imád vadász a bombát, mert lassan zuhan. Mennék rá, csak az a baj, én nem látom. A Hammer 71-re, gyere, mi itt vagyunk mindjárt. Hol vagytok a HH-val? Gerit látom, utána Gerit. Sorozzuk. A2 ide, megy, ide, gyere, itt van mellettem, Sanyi. Geri mellett. Keresztbe repültem, pont. Hú, de kapja amúgy. Nagyon sorozzuk. Szép, felrobbant. Szép. Ez a bomba nice, volt, nem? Nice. Bomba volt. Az a bomba robbant, srácok, a bomba robbant. Most hajó, softdesz. Én nem látom a... Szép. Szép, zuhan már lesz, softdeszes. Ja, aha, látom. Nice. Hát jó, ezt a hajót nem kéri vissza egy ideig. Szép volt, srácok. Ja, szép jó volt. Fú. Ah. Amúgy dobta a bombát, de eltaláltuk véletlenül, és felrobbant levegőbe. Júj! Oh. A felderítést. Azt a kurva, ez nagyon, az nagyon jó volt. Amit tudok tenni, hogy... Még? Senkire, most elvileg nincs célpont. Én végre láttam, hogy esik le valami, úgyhogy arra, a hátsó korongon. Ja, igen. Sting, igen. Amit tudok tenni, és nem adott nekem crime-setet. Senkinek se adott szerintem. Tehát nem, mivel hát, nincsen... Örülök neki. Nincs komlink. Azt megoldom. De lenne komlink, és hát a srácok megoldották.
Ja, atmoszi volt fönt. Jó, amit tudok tenni, hogy a T2-vel nagyon közel oda repülök a kijárathoz, de nem tudok leszállni, hanem a levegőbe tartom. Blokkolva lettem. Én voltam. De le is, ja, te voltál. Levegőben tartva, hát... Az... Gyakorlatilag... Hát, hogyha nincsen szél, akkor meg tudja csinálni. Akkor egy helyben tudja tartani, ha nincs szél. Gyakorlatilag a izéval a multitool-nal bedobáljátok a tudtad a hajóba. Hát fiúk, itt tudtam legközelebb beszállni. Hát... Az is jó lesz, csak csináljuk. Kis hajónak több értelme van. Korszáj mennyire bírd a parkolni? Hát én már leparkoltam. Hentes show, az velünk? Velünk, igen. Oké, neki nincsen, neki nem látom a markerét. Jó, kikapcsoltam a hajtóművet, meg föltettem az összes energiát a pajzsra. Csá, Zsugi! Hát maradjunk annyiból, hogy nekem White Nádas is piros, Sanyi is piros, Kovid piros. Nekem is egy csomó pirosak vagy. Ja. Velünk van. Egyébként a piros az nem ellenség egyszerűen. Csak hogy harcolt ennyit. Uh-huh. Ja. Ja, kezdeményezek egy csatát, hogy valami hasonló, nem? Hentes Joe, neked kell Gunner? Hát, ha akarsz, jöhetsz. Ja, akkor beszállok, mert nekem kifogyott az összes lőszerem ebből a hajóból. Ja. Akkor leszállok oda, valahova, jó? És akkor jöhetsz. Az A2 az infó nagyon jó volt, az... Az jó volt, igen, az információ. Az infó miatt tanácsoltam, hogy a vadászok ne pár száz méterre legyenek innen a Jump Town-tól, hanem egy kicsit odébb, mert mint hogy ha valaki jön, akkor hamarabb tudjunk róla. Ez jó ötlet volt, és hasznos is. Lehetnének ilyen, lehetne két vadász fönn a levegőbe folyamatosan, akik köröznek egy ilyen pár kilométerre, 4-5 kilométerre. Hát vagy 20-ra akár. Vagy 20. De mindenképpen folyamatosan pásztázni kéne a légteret, ja, mert... Meg amúgy tudtok pingelni, ugye akkor a pingel látszik, hogyha messze van egy hajó például. De miért nem tudom kinyitni a... Ne targetelsz valakit, akkor nem tudod. De nincs targetbe senki. Jaj. Ami fontos, hogy a vadászok, akik úgymond kicsit arrébb mennek, vagy köröznek, azok egyedül ne harcoljanak. Ja, így van. Feljöttem a felhők fölé. Megyek utána, de én is felfele valahol. Nem tudom ezt az üveget megfogni. Háj. Ezzel tökéréztem legutóbb is, de... Sikerül beszállni? Aha. Na így eldobja, helyes. Mehetsz. Fú, FPS-ben is olyan frame droppok vannak. Szétszakítja a monitoromat. Szétszakítja a monitoromat. 7000 méterre, jó? Én kiszálltam, srácok. Ki van már gyalogosan? Én. Nincs mivel gyalogosan lennem. Én. Jó. Nálam van cucc, csak fennülök a HH-ban. Nálam is van cucc. Milyen cucc? HH-ban vagyok. FPS. Hát, fegyver is, tápköves is. Traktorbeam. Olyan cucc nem segítene a bájukon. Tudod, a HH mindig még erősen jössz. Jézusom. Akkor a sound glitch van itt, hogy mindjárt szétsüketülök. Itt srácok, amúgy mit pakolunk? Volt egy akkora sound glitch-em, hogy majdnem felugrottam, úgy megijedtem. Van kettő ilyen drog generátor bent az épületben, és abból kell pakolni kifele. Jó, mert már nekiálltam mézt pakolni. Nézzétek meg, hogy a C2-nek az orra úgy pozícióban van-e. Megpróbáltam beállni a kijárathoz, amilyen közel csak lehet. Ide átjövök a Cutlass-emmel, gyerekek. Most nézem. Itt van méz. Ó, drága méz. Ez lehet, hogy megint hangos lesz. És erre futok.
de hát ezt megúsztam. Eddig úgy néz ki, hogy a levegő tiszta. Oké, eddig itt is minden rendben. Ez bolond dokkolni akar. Ne fúj, ne fúj! Júj! Hát tudjak már fölmenni a saját hajomra, hú! Akkor eddig csak 5 vállalkozó szellemű öngyilkos jelöltünk volt? Uh-huh. Eddig. De még hogy milyen jelölt? Hát ügyesek voltak, ügyesek voltak most. Hát az első kettő az konkrétan nem tudom, ilyen 6v2-be tudott engem szétszedni. Úgyhogy megöltük mind a kettőt a végén, de azért csak elkapkodott rendesen. Jól toltam, vagy 3? Nem tudom. De jó volt az. Az a baj, kicsi hajóval van, és annyira rohadt könnyen utol tud fordulni, hogy... Mibe fogunk pakolni, srácok, Corsierbe, vagy mibe? Akkor a végén. Vagy a cég. Hát amiben csak tudunk. Jó, csak arra felé viszem. Ezért kérdeztem az előbb, hogy jó helyen vagyok a C2-vel, tudjátok pakolni, vagy keressünk egy másik helyet neki? Na most pont a másik ajtónál vagyok, itt az épület túloldalán, ha ide jössz, akkor feldobom a gépbe. Ahol most éppen parkol itt egy Cutlass-szel. Én vagyok a Cutlass-szel itt, próbálkozom parkolni, de ebből inkább parkűr lesz, mint parkolás. De az ajtó elé nem tudom letenni. Hát figyelj, hogyha csak ide jössz közel, úgy fordul, hogy be tudjam tenni a cuccot, az is jó. Jó. Várja. Csak nagyon itt vagyok, nagyon őzék fák között. Úgy. Ez egy szemét egy helyezte. Hát én is pakolni akarok amúgy, ezért akarom ide letenni a hajót. Lehet, hogy mindjárt várjatok. Amúgy ez jó. Gyere még egy kicsit előrébb is, pacek, aha. Így. Látok, merre járt, merre voltatok legközelebb tankolni, meg javítani? Föl vagyok akadva a jobb szárnyammal. Ez így nem jó. Majdnem. Ja, látom, ott azt pont nem láttam, igen. Kicsi a hely. Mindjárt mondom, hogy hogyan tudom ezt megoldani. Itt van legközelebb hely. Itt kint. Ennyire ott kint? Hát ennyire nagyon kint, ja. Ennyire nagyon kint. Állj rá az épületre, és akkor az ajtóba dobálják a dobozt. Tele van minden szarral. Mondom az ami legközelebb van. Csak ide parkolsz. De felálljak az épület tetejére? Tankolni elvileg a HDMS Edmondon voltak a srácok, nem tudom, sikerült-e. Lorville után. Jó leszel. Opa. Köszi. Megyek oda én. Nem vagyok benne biztos, de mintha azt mondták volna. Hát igen, itt már állom a hidrogén. Hogy kerül be a cucc. Igen, ilyenkor az előfordul. Okay. Hát az épület tetejére nem tudom rátenni, tényleg. Túlságosan sok az elem. Hát persze, de hát nyilván direkt van ez így megcsinálva. Hogyne. De akkor utána majd oda tud állni az M2 is, vagy Herkules. Persze. Csak nekem kéne akkor valaki, aki pakol. Én pakolok már. Már úgy hát, hogy benne a hajóba rendezi, úgy. Ja. Szinte mindegy a filmben. Szerintem a pilácsot kapcsolt ki, mert messzebbről észrevehetőbb vagy, feltűnőbb vagy. Oké. Okay. Hát elfogytak a PVP-sek. Most mi uraljuk a terepet? Az a Gauss guy is megy inkább reclaimerezni. Lenyomtuk az egész szerver, srácok. Aztán mi, várjál csak a mi űrpéniszünk eddig a legnagyobb itt a szerveren. Aztán mindjárt kapunk egy... Ja, azt mindjárt kapunk egy olyat, hogy azt mondod, hogy hűha! Ha lehet. Majd mindjárt az a mindig az szerver azért, nem volt. Szervezkedni ellenünk, mint egyszer. Mikor ugyanígy eventeztünk, akkor... Az egész szerver kezdett el már szervezkedni ellenünk. Tényleg?
Igen. Akkor is ugyanez az event volt. Barát összefogásba ki akartat ezeket füstölni, mi? Ja, ez, azt hiszem Daimaron van az új helyszín. Itt ez a helyszín már megvolt, nem? Az előző Jumptownban is. Nem, ez is új helyszín? Ez is új. Uh-huh. Ó, ezt nem tudtam. Nem nagyon Jumptownoztam még egyébként. És hát nekem ez az első igazi nagy Jumptown eventem most így veletek. Hát nem csak te vagy Jumptown szűz. Én egy hónapja még azt sem tudtam, hogy ez micsoda. Én még most se. Ja, sajnos lemaradtam a régről Legion, de nem baj majd. Nézek róla valami emlékvideót, fönn a zsütőben biztos van. Milyen volt a régi Jumptown. A Legion írta a chaten, hogy a régi Jumptown-t láttam volna. Hú, hát... Legion jöjjön játszani, miért arra írogat? Sajnos lemaradtam róla, ja. Nem baj. Ebből van arra a videó, amikor a konvojjal mentünk Jumptown-ra. Van, aha. A HH-s konvoj? Nem, a járműves konvoj. Centurion tankok. Hát az jó kérdés, azt nem emléksz, hogy van-e. Oda mentünk rengeteg ballistával, meg Centurionnal, meg atya ég, jajaja. Egy autós konvojba. És mindannyian megvaltunk, de az elje az nagyon feelinges volt, és a chat is írta, hogy ez durva volt. Igen. Mentetek. Hú, bazzeg. Ja, hát figyelj, lehetett. Amikor a földről lő 8 darab centúrion, azt érted, azokat be se tudod fogni. Csak egy voktábot tudsz lövöldözni, hogy nagyjából a torkod a tűz felé lőj, aztán kész. Hát a gyalogosok tudtak csak minket kiszedni. De azért kiszedtek titeket. Meddig tartottál a motor? Jó, hát annyian volt, mint a fene. Ja, akkor még ez a Jumptown nagyobb dobra volt verve, nem? Egyébként... Hát akkor volt friss. Akkor volt friss, ja. Ja. Hát az a baj, most mindenki milliómos jelenleg, tehát minek csinálni ezt? Uh-huh. Én vettem egy 890-es, szóval már nem vagyok. Ör, megjelzni ezeket. A régi hullákat. Nekem már nem jelzi Atmoszi. Nem tudom, erre van. Körülnézek közben, hogy ki merre. Be ugye a kamerával, mert most ugye nem tudok mit csinálni, csak itt forgolódunk. 7000 méter magasan forgolódunk meg. Kellek én még ide? Valaki. Amúgy. Föntre. Igazából valaki jöhetne nekem segíteni pakolni most már, mert már kezdenek gyűlni itt a cuccok. Figyelj, leteszem a Cutlass-t és akkor jövök. Szerintem. Csá, Miluc. Akkor maradjak. Az a baj, hogy most mondhatnánk, hogy most a Hammerhead se kell, de... Az jó, ha ott van. Srácok, olyan úgy se lesz, hogy valami igazából nem kell. Ha még itt lenne 3-4 hajó, 3-4 földi jármű, azok is elférnének bőven, mert bármi előfordul. Úgy, ahogy mi ide jöttünk egy ekkora haderővel, úgymond bárki más is nyugodtan foghatja magát, azt ide cuccolhat, aztán... El a HH, mert legrosszabb esetben, ha csak annyira elég a HH, hogy amíg a többiek felszállnak és el tudunk kezdeni menekülni, addig is legalább időt tudunk húzni. Igen. Tehát a HH-val maradjunk a levegőben. Hogyne, az a mindenképpen. Menjük rányok a helyedre a C2-be. Igen, azért jöttem el, hogy te odaférjél. De... Miért néznék, hogyha itt 10 percon megjelenne 10-12 Hammerhead? Meg Idris. Ja, Idris lopnak aztán hozzá. Ja, tényleg. Azt is szétrolkodták az Idrises küldit, hogy ellopták, aztán elbújtak fel a kének. Aztán a deveknek ki kellett venni azt a funkciót. Ugye ez a Captured Idris, és akkor ugye volt olyan nyerési lehetőség, hogy aki minél tovább a pilóta ülésben ül az Idrisben, az ugye esélyes az Idriszt megnyerni a játékcsomaggal együtt. Ugye lehetett Idriszt nyerni, Hammerheadet nyerni, meg valami kisebb vadászt. Azt hiszem Aegis Hammerheadet, vagy valami, nem Hammerheadet, hanem Aegis... na, mondd már. Redeemert? A Redeemert lehetett, Gladiátor, igen, közt. Azt hiszem. Ne, Redeemert, vagy ja, valami, nem tudom mi volt a harmadik. Szóval a lényeg, hogy... Várja. Hogy a lényeg, hogy ugye beleszámított az időbe, hogyha elloptad a hajót és elbújtál vele, ugye ketyegett az óra. És ki kellett vegyék a devek azt, hogy ezt így legyen, és úgy lett utána, hogy
fogták magukat, és csak a harcban eltöltött percek számítottak jó, utána. Sanyi, ezt majd egy kicsit később nézzétek meg, hogy jó helyen állok-e, jó vagyok-e, tudtok pakolni, stb. Stb. Mindjárt nézem. A Gauss csával micsoda megint kérdezi, hogy a JT6 kérdezi cseten. Hogy? Ó, tökély. Hogy a JT6 right now. Jó vagyok. Tökéletes. Ja. Akkoretek jönnek. Micsoda? Akkoretek fognak jönni. Jönnek majd? Már persze. Hát eddig ketten viszont kérdezték, hogy JT hot. Jöjjenek csak. Írjuk neki, hogy nem. Ne. Szerintem tudja, hogy kilőtte le a kutóbb. Valószínű egyébként. És gondolod, ha ő válaszol, hát, akkor előtt, ide fogja. Annyira lőttük azt a kettőt, hogy... Ja, biztos vagyok benne, azt tudom, kiölte meg. Jó, nem Evert látta. Kezdő kérdés. Maradjak a pilótafülkében, felszállásra készen, vagy menjek le pakolni? Maradj a pilótafülkében, mert hogyha jön az A2, neked nagyon gyorsan el kell onnan tűnni. Rendben. Peti, vagy van már benne áru? Hát ja, ameddig nincs árodi pakolc, még ilyen nincs tele, tehát hogy most ilyen... Csak ha már tele van, szerintem akkor fontos. Meg ha jön az A2, elméletileg meg tudjuk védeni, tehát... Meg, bombát persze nagyon könnyű kilőni. Jó. Akkor... Akkor macerás. Ti pakoltok, én viszont megyek vissza targeteltek a kilókébe, és felszállásra kész vagyok. Targeteltek? Én is nyitva hagyom a hajomat, ha be kell rohanni. Ja, bocs, Sepo, én targeteltelek be. Semmi. Nem, inkább targeteltél. Én most a... Már egy micsoda hurikánban vagyok. Na, van egy hajó ott fenn, nem? Lehet rosszul láttam. Na, az előbb én is láttam egy pirosat itt, aztán rájöttem, hogy az egy bolygó szembe. Amúgy elég bad, ahogy itt kinézd az egész most sztori. Most kék is lehet most. Megérdette a srác. Ó! Oh. Nem biztos, hogy visszajönnek ezek után. Szerintem pont emiatt fog jönni. Kérdezte a srác, hogy... Igen? Akkor most egy kifejezett figyelmet kérek. Elmegyek pisilni. 3 perc és jövök. Kicsivel kicsit információ volt. De fontos. De hogyha csorgálás hallunk a Discordon, lenémítjunk azonnal. Ja, nagyon csobogtassad. Nem tudom föltenni. Addig nem vagyok a pilóta fülkében. Jó, nem tudom föltenni a hajódba a cuccokat, mert nagyon magasan vagy. Ez így nem jó. De most elment, úgyhogy mindegy. Hát szerintem is. Melyet viszont tenni? De miért meg visszere? Kell neki 3 perc? Hát ne viccelj ilyen, na én tudom magolni. Lehet messze van a WC. Lehet. Kint a falu végén. Az vagy, ha mi? Előtte addig gyűlnek még. Aki az alsó túrában van, az átszállt, hát ezért a jobb első. Elkezdtem a saját hajomba vinni a dobozokat addig. Vagy hát egyet biztos. Ja, én felpakoltam mindent, Legion, ha ezt jó, nekem írtad. Pont beálltam 2 fal közé, nem is láttam a szobor. Szia, Legion. Kész vagyok, hát. Kiszálltál? Mm-hmm. Akkor igen, átmehet, itt vagyok. Dobozkákba, itt hordom a kis cuccaimat. Meg jó, még a hajóban is van. Bőségesen. Én ezt értem, de egyébként a hátsó túrát az nem sokszor jó, viszont hogyha kell, akkor meg eléggé tud kelleni. Úgyhogy szerintem maradok. Maradok afkolni itt. Jó. Hát... Most, hogy már ki van írva a fél szerver... Bobby. Nincs feladat. Ha egy dobozt itt az ajtóba adjak, akkor itt marad az ajtó amúgy. Mondjuk így is nem, benne kell állni az ajtóban. Aha.
Oké. Okay. Anyag, te lehetsz az ajtónál. Shed, jár neked a csirke technó. Ezt fogom nyomogatni fölle. Egyébként azért nem voltam feliratkozva, mert nem vagyok meg Steam-e. Csá, Shed, üdvözöllek a legszabad flótájában. Csá, a visszhangos effektet muszáj benyomni. Hello. Nem vagy nagy Twitch-es, ilyen nem, kis nem. Twitch bubus? Nem nagyon szoktam nézni se. Tehát, nézni se? Na. Á, jól van. Hát kinek, ki, hogy, merre. Majd azt neked is jár a csirke technó a feliratkozásért. Hát, hogyha lehet, akkor inkább csirke combot. Csirke combot? Ha majd a KFC támogat, akkor lesz csirke combi, srácok. Csá, Majlat, üdvözöllek a legszebb a flottájában, csá, Csumics. De nokedlival, fiam, Istenem, egy kis uborka salátával. Ó, oh, jaj, gyerek, kezdte kéhez tenni. Na, ne is mondd. Beszéljünk még itt ilyen csirkepaprikásról, ezt akkor pont jó lesz. Jaja. Én ma tökfőzeléket ettem, ilyen kapros tökfőzeléket, nem volt rossz. Az is finom. Az is jó. Kis fasírozott a... Nem volt rossz, mondom. Jújj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 új
sertésből lett volna hozzá, azért se sértődtem volna meg. Igen, Ferran 001 fölött. Ferran 001 fölöttünk. Figyeljünk, menjek én is inkább a pilóta fülkébe? Milyen hajóval van? Nem tudom. Nem fog minket megközelíteni? Tudni. Én elvesztettem a jelet. Én is elvesztettem. Itt van előttem. Ujjjjjj. Ki előtt? Anvil Hurricane. Enter Joe. Anvil az tud problémát okozni. Közepes mennyiségűt. Ugye csak. Rámenjek. Menj utána, ja. Rámenjek, amíg itt vagyunk. Hát ti maradjatok lent. Maradjunk lent. Pakoljunk. Ferran 001. Oké. Jó, pakolok tovább. Egyre több van bent. Pakolok tovább. Ha baj van... ketten vannak benne, van egy gunnerje is. Az meg, az úgy meg kifejezte a fájdalmat. Az baj. Az nem, ja. Láttam, hogy mozgott a turretje. Igen, a gunneres hurikén az baj. Valaki látja a HH-ból? Negatív. 7 és fel... Elugrott. Valami kis erődemonstráció kell. Hát, igazság szerint igen, tehát hogy aki ide téved és így látja, hogy itt egy Hammerhead, meg itt mindenféle plusz nagy hajó, meg vadász, az kétszer meggondolja, hogy belénk álljon-e. Maradjunk ilyen magasságban, jó? Ebben a 20-25 kilométeres magasságban? Ja, mert nagyjából ilyen távolságban ugyanide fog visszajönni, szerintem. Jó. Okay, hát úgy kell számolni, hogy akkor mi ezt itt megvárjuk. Ha beháromszögeled a helyet, akkor a lehető legsűrűbben használatos útvonalat kell kb. Belőni, hogy merre fognak repülni. És akkor biztos, hogy a radarjeletbe botlik. Ó, nem, hát Sanyi. Betargeteltem, elindultam utána, aztán küldtem neki 4 rakétát, azt utána úgy döntött, hogy el kell menni. Jó, hát engem is, az én fülcimpámat is megnyalogatták, amikor jöttünk, azért el kellett mennem javítani egy padra. Mert én is úgy voltam valahogy, hát félig lesírult hajóval nem szeretnék itt lavírozni, mert mondom, csak a pajzsomat picit lelövik, aztán utána vége. A Cutlass azért elég sokat elbír. Elbír. De őszintén szólva, ugye az Arena Commanderben, amikor teszteltük a Buster Modzot, na akkor jött ki a különbség. Ugyan Cutlass nem tudtunk tesztelni, de... Szia, jó éjszakát! Sziasztok! Ciao! Jó éjszakát! Sziasztok! Ennyi akkor? Ja, megy a babysitter csapat. Anyukád, ugye? Persze. Jaja, hát a család átjön ilyenkor segíteni, amikor én streamelek. Segítenek a feleségemnek. Itt van keresztanyám is, meg anyám is, most mennek el. Jaja. Mert ilyenkor ugye én foglalkozom a bandával, és akkor ugye ők segítenek be. Fürdetésben meg ebbe-abba. Mondjuk át hangját fel is. Hát te tudom én. Te álmodból fölkelve is felismernéd. Azok a fogás.
De már megint csak a hasadra tudsz gondolni, Zsolti. Állandóan ezt csinálod. Persze, mert most már nem lehetek annyit. Hát igen. Ajaj. Most ki kell böjtölnöd a sok zabálás. Na, tessék. Te figyelj, 7-1, meg 7-9 a cukrom, úgyhogy tök jó vagy. Na, jó van, hál' Istennek. Az egy kicsit magas. Ugye, 30 volt a cukor. A 30-hoz képest. 30-hoz képest már nem. Azt mondta Roki, hát hogy... Hát 5-nek kéne lennie nagyjából. Maga lába jött be. Hát, ja. Na jó, csak tudod, amikor elfehéredik az üzemorvos, mert mér egy 30-as cukrot és közli veled, hogy hát neked kómába kéne lenni, akkor azért a 7,5, meg a 9, a 8, meg a 7,9, az, meg ahhoz 7, képest egész jó. Jó. Mennyi vér volt a cukrodban? Ez az. Igen. Inkább, akkor inkább... azt akartam mondani, hogy akkor lehet, hogy az tényleg porcukor volt, amit akkor felszívtál, aztán nem baj már. Jaj, tényleg Sanyi, most itt kapom hátulról. Ó, te figyelj csak, ha hónap jössz Fehérvárra, hozzál. Milyen rétes volt az? Barackos túrós? Van olyan is. Barackos túrós rétesre vágyik az asszony. Jaj, jó, értettem. Ha... úgy akarom a kávét nálatok inni, hogy szeretem, akkor viszek rétest. Kontakt! Kontakt! Jaj, ne! Ott szembe velünk. Én nagyon magasan van. Látom, csak nem tudom targetolni. Igen, igen. Már jövök rá, jövök rá, jövök rá. Gyere a puhoz. Oké. El is tűnt. Jó. Fújjanok vagytok, mint a izé, a pitbull kutyák. De hát így kell, nem? Őrzik hát így, a házat, így, így. A narkót pakoljuk. Így van. Akkor lesz szívás, ha őr egy felderítő, elkezdünk rámenni, és megérkezik a többi. Ja, az cuki, ciki lesz. Nem megyünk följebb, még visszább is megyek. Srácok, valakinek lassan el kéne kezdeni pakolni az ajtóból a narkót, mert ez hogy elég komoly mennyiségé kezd válni. Én nem tudom, hogy ti mennyi narkót látok az ajtóból, de én egyet. Hát nyisd ki. Nyisd ki a másikat. Ja, a másikat. Mert ugye mi megvártuk azt, hogy te pakolod azt, ameddig én azt az első kört oda bepakoltam, csak azóta egy hegyet raktunk a túloldalra, vágod? Hát, ja, mert én egyedül pakolom kifele. Hát segítsetek gyorsan kihordani aztán. Ugye a kátleszemet hát, tele tudjuk vágni, és akkor utána meg... Mi már az ajtóhoz nem férjünk végig, úgyhogy már rád vár az ajtónyitás. Á, jó. Az a helyzet, hogy én nem is... Nem nagyon tudok segíteni maximum, hogy ideben viszem a dolgokat, mert nincsen traktorbíma. Jaj, értem. Ojaj. Kérsz traktorbímet? Vigyek be neked egyet? Hát, hát tudsz, akkor igen. Van itt az is. Hát mondom, itt vannak a dobozkáim, ebben minden benne van. Yeah. Én is hoztam, csak aztán lelőtték a karakkal. Ez meggondolta magát, én úgy érzem. Rájött arra, hogy ide nem kell lejönni. Ez most nem az a hely. Ez ide most nem muszáj. Gondolom, ez őszintén azért pásztázom, mert hát ha megkerülnek minket esetleg oldalról. Persze, muszáj. Beijesztésképpen jön be föntről. Egy ilyen 20 km körülöttük tudsz cirkálni? Hát most vagyunk 28. 1000 méteren. Én 22-re vagyok. Mármint a többiektől 20 kilométerre ott a földön. Nagyjából 25 kilométerre exitel a Quantum. Hát 22-re szokott, igen. Mert 23 valamennyi, de tudok menni lejjebb. Tehát nem probléma. Jó, 23 valamennyi, aha. Aha, szóval erről beszéltetek. Nice. Na bazd meg. Hát ez nem sikerült. X. Fekszik. Nyugszik. Kulturáltan szórakozik. Hát bebágolódtam. Szedjétek meg kilalom a dobozokat, léci. Itt vagyok fenn. Honnan? Itt vagy alattam. Atmo. Ja. Yeah. Itt vagyok fenn, látsz? Vagy teljesen bebágolódtam a textúrába. Figyelj, az alsóktól lévően 22 km. Próbálj meg ugrani egyet. És a magasságot megtartottam, van 20 km magasságba. Hát ha valaki jön. Most már megy lefelé a nap, szóval könnyebben észreveszik őket.
Hát mert ahogy kiugrik a hát most azt nem mondd, hogy ezt így kell befejeznem ezt a részt így, basszeg. Ezt nem gondoltam át. Léci, bagolodjál vissza a földre. Szedjétek ki alom a dobozokat, hát hogy segít. Azt csinálom. Valami történik is, mert ugrálgat, úgyhogy... Ever cibálod az oroszlán bajszát? Valami legyen. Ha nem izgalmas, tegyük azzá, nem? Jó, ne csináld már ezt. Mindig a gyerekkel csevegsz. Fú, gyerekek! Gyász! Köztorz! Onborz! Megint csak az arbon, megint csak a narkom. Ez csodálatos. Most mit csináljak, bázzeg? Gyorsabb, hogyha kilépsz menübe, visszajössz, és egy hajóval idejössz. Ja, igen, én is azt gondoltam. Nézd, nyomtam én az X-et, mint az állat. Nem tudja valaki lábon lőni, vagy valami, hogy esetleg... Szerintem megszívtam menüzök, az a legegyszerűbb, mert egyébként akkor nem halok meg. De a cuccod is megmarad. Az a baj, hogy nem tudtok be traktor beamezni valószínűleg. Pyroban volt sok ilyen, hogy beestem a föld alá, vagy paddó alá, és nem tudtak kiszedni, úgyhogy ha downloadtam. Igazad van, próbál a kimoltott dance. Istenem, csak légy, bagolodjál már ki. Itt voltál egy pillanatra. Ne. Nem látom, hogy merre vagyok. Próbáld meg azt, hogy Alt F4 emód. Alt F4 emód. Csír. Dance, az volt a jó dance. Ezt ilyenkor úgy kell majd, hogy az Alt és plusz a külső kamera nézett gomb. Igen. Én voltam szinten, bocsánat. Oké. Okay. Az a baj, hogy engem megszívottatok már kétszer ezzel. Á, Istenem. Serafimra estünk egyszer be egy textúrába. Az életben nem tudtam kijönni. Jó, nem is tökölök tovább, exit a menü. Ide jövök egy piszkesszel, aztán kész. Majd ne lőjetek le. Te voltál a Terminátor, nem? Élőszövet a fényvázon. Az biztos, szó szerint. Azt hiszem, meg ő volt egyszer a Mikulás, aki elrepült a csomaggal. Na, erre iszunk. Ne. Hát szerintem ennyi narkóval a repülés is megoldható. Eniágo meg... Ja. Jó. Mi bajat? Én mondom, Batman zenét dalolsz. Én le voltam némítva. Akkor ki volt az? Ki tett be zenét? Ne, valamelyik a Batman zenét. Ez a Batman. Van egy jel tőlünk 4 kilométerre, az mi? Ha jön valami, egy torpedó! Egyébként megy a jumptar, megy a torpedó, srácok. Jaj ne, ott van a hajóm és én meg itt vagyok az állomáson. Kurva élet! A jumptar, srácok, itt van egy hajó. Hammerhead megy rá. Menjetek rá gyorsan, Jézusom! Nem látom még, csak alattunk van, valami C betűs. Eclipse, itt előttünk. Húva szentségét! Most pedig ja, engem kilőttek. Krestapolló. Eltűnt a radarról. Rohadt élet. Menjél, fussá. Elvesztettem. Ezért kell pingelni. Mondtam, volt egy fura jel 4 kilométer, pont észrevettem. Nagyon jó volt. Csak későn már. Itt előttünk valahol még, előbb láttam. Halottunk van, vagy sérültünk esetleg? Hát a C2 robbant. Az nem jó. Nem, ha itt pakoltatok, ugye? Előttünk repül 5 km van kb. Nem okay. Ment vele semmi kb még eddig, mert az olyan... Látom, 7 km van előre. Én most nem látom. Lő ránk. Be, miért? Igen, és azt hallom. Ki az a Ray Karis volt amúgy? Nem, negatív, nem teljesen más volt a neve. Hangár 4.
Hol van? Én nem látom. Nem akarom olvasgatni a globál chatet inkább. Viszem a Scorpius Heavy Fighteremet. Comlink visszajött. Basszus, ha miért nem folyton minket támadnak. Az Eclip, hát támadják folyton. Jó srácok, én viszont elköszönök. Menned kell? Már nincs értelme visszamenni C2-be. Mással meg nem tudok, Krull egyen ébredtem. Keresem, hogy hol van, és nem találom. Scorpiusszal el tudok érted menni. Fölösleges, 9-kor amúgy is megyek aludni, 4-kor kelek. Ja, értem. Jó, oké. Lőnek ránk. Előttünk, fölöttünk van, nem? Kösz, hogy itt voltál. Itt van előttünk, pont. Igen, Ferraro. Ferraro 01. Az visszajött, az múltkor is jött, és szerintem hozta haverjait. Remélem legalábbis. Nyomjad, Atmo! Jó, meghalt, Ferra, meghalt, szép. Még egyet látok. Szállj már be! Szállj már be! Mit nyomjak? Azért, fú, bazd meg. De megijedtem, hogy meg fog recsenni a szaró. Átülök az első toronyba akkor. Me, akadj már le rólunk! Amúgy, ha jön torpedó, akkor lőjétek ki, hogyha túl közel jön. Én próbáltam. Hol lakra ezt a polló? Oh. Mondtam, torpedót van a hú, lehet a Scorpiusom, ez gond lesz, gond, bajos lesz a Scorpius. Azért nem hoztam ki legutóbb. Mert menj már, takarolj már le rólunk! Bajok voltak vele. Hol vagy? Nézd hátra, hol van a rakéta? No service, no service. Jó éjszakát! Nem tudom lerázni. Ki vagy? Kél van? Hentesen. Hentesen. Na most, jó van, ha. A rakéta csak körözött körülöttünk. Aha. Srácok, viszont akkor találjuk ki, hogy hova fog menni a cucc. Hát ott... Kinek a hajójába? Hát most rád megyek, jó? Jó. Rádugrok így izéval. A kvantummal. Oké. De majd fel kell vennem a küldetést. Amíg... Ja, várja, így, kontrakt. Okay. Targetálva vagyok. Hammerhead, de visszaadjunk a jumptown fölé. Oké. Okay. Ha valamelyik vadász bajban van, akkor próbáljon a Hammerhead felé jönni. Hm? Ha tud. Na merre vagytok? Merre menjek? Arra felétek? Shed. Ó! Hammerheaddel el kéne mennünk tank, nincs több decoy, kifogytunk. Ja, el kéne menni tölteni? Woodruff vagy mi annak a neve, annak az államásra, ott vissza tudunk ilyeneket tölteni? Hát, megpróbálom. Mert vagy Lorville, vagy esetleg visszaugrunk. Viszont decoy nélkül, hát... Igen, az ugye eléggé... Miben haltunk meg? Nem egy tudom. Szerintem Eclipse kilőtt minket. Torpedó. Ha tudjuk jelenteni, akkor igen. De hát még itt van. De hol van? De hát nem volt kapcsolva minden, és lopakodó... Nem volt semmilyen izése. Nem belénk jött, romolt minket, vagy valami, mert nem volt semmi. Nem, az torpedózott. Hát de... Akkor ez még itt van valahol. De nem is izélt a jármű, tehát nem jó, de nem volt. Itt egy rég Buccaneer van. Ki van a Buccaneer-rel? Az én Buccaneer-emben, de én már Hentesnek a hajójában vagyok. Hát Hammerhead-nek annyi srácok. Ez kár. Azt írja, hogy Ever, igen, azt írt, hogy te öltél meg minket. Egy helyben álltunk. Valószínűleg akkor... azért, mert hogy ő a pilóta, de nem hiszem, hogy... Jelentettem én is. Fogtunk. Ugye nem Evert jelentetted? De, dehogy nem. Persze. Dehogy nem. Nemzeti sport. Na, következő, haha. Van nektek itt? Szerintem nekem van, de alap. Igen, van. Hívjam? Hát, nem tudom.
visszanyjunk, hálával menjünk vadászokkal. Rácok, nem tudom, csak ha valaki jöhetne lassan pakolni a cullangot. Nézd meg, most értem vissza. Már kovasokat pakoltam ide az ajtóba. Amúgy meg volt taktikai, hogy hogy jöttem ki a izéből, a textúrából. Elraktam a izét, a multitoolomat. És kijött? És kirakott a tetőre, és átsét, fölülről visszasételtem. Ezt most nem mondod. De a vér komoly. Én is kisoktam az egészen, hogy ezt most komoly. Ja, fasz. Jó, mindegy. Megyen hálhával, menjünk vissza. Menjünk vissza vadászokkal. Kimentál. Hát szerintem hatékonyabbak vagyunk. Szerintem hatékonyabbak vagyunk a HH-val, de hogyha vadásszal akartok viszolni, akkor menjünk az. Szerintem HH, mert ha éppen nem torpedoznak le, akkor sok esélyük nincs. Jó, akkor jó van a HH. A HH annyiból jobb, igen. Hát az, hogy a docking port egyre rakta megint. És oda meg ki kell lebegni, mi? Igen, és az állomás nekem nem adott Thunder Suite-ot, meg ilyesmi. Menj vissza a medic. Nem baj. Ha a kórházban mész, ott van. A kórházban van. De amúgy gyertek hangár egybe, de amúgy vegyél fel ruhát attól, ugye? De hangár egybe van egy vanguard, akkor majd azzal megyünk a Hammerhead-höz. Itt van egy hullasz, kié? Gyere vissza a kórházba. Ki ez a halott? A miért kórházba lesz, ott a cucc? Aha. Igen, mert külön izéje van. Jó van. Inventory. Aki amit talál, srácok. Mi az? Fehér ember szerint vagy? Ja, egy fehér szútban van, mint egy hulla. Ja, az én vagyok. Mi a hullának a neve? Az inventory-nak ki kéne írni a hullának a nevét? De nem mentem be az inventory-ba, hanem egyből vittem. Darab. Ja, veszem. Szedem le róla a cuccokat. Az inventory-nak ki kéne írni a nevét, de hol kéne kiírni a nevét? Na, Rimatinál van ruha. Van hangár egyet. Filter? Vagy hol írja ki a ruhátnak a nevét? Vagy a gazdájának a nevét? Az inventory-nak az lesz a neve. A játékos neve lesz a neve. Externál. Az inventory-nak. Externál a neve. Lehet, hogy a Steam hullája csak kilépett a játékból, szóval... Tehát gyakorlatilag hiába nézném, mert a gazdája már kilépett, és így nem is látom, hogy kié volt akkor. Itt csak egy sima buddy, kész. Jó éjszakát, sziasztok. Hello. Jó éjszakát, ciao. Everusról... Oké, hello. Oké, hello. Hello. Everusról jön valaki Hammerhead-be? Én jönnék, Eber vagyok. Meg szerintem Narival is itt várjuk, hogy fogunk. Akkor hangár egybe gyertek. Megjöltet? Chad, Majlát? Én értem. Én nem annak. Nincsem. Ó, Majlát, Serafimov. Az Fincsi. Jó, hát gyorsan át lehet érni, de... Igen. Érdemesebb bejelentkezni. Nem nagy az a rendszer. Mihez képest? Fedélzaton? Jaj, nem már, egy csomót hagytam, egy csomó cuccot hagytam a hajó inventoriba, nem? Na mindegy. Mennyi tököt csaj van itt körülöttem? Ugye? Van egy pár. Erre van a HH-d. Dok egy. Jó. Köszönöm. Corsair. Előttünk most, lejjebb, előttünk, ott. Látom. Ez egy rohadt hangos, ez a szél így. Most lettem észre, hogy mondtad. Mari, mi lefeküdtünk egymással? Na, mi csak egymás mellé. Jó. Nem szeretem, amikor két ízadt szőrös Málkos összesimul.
akkor ezért ott a Steam is felnőtt. Mert nekem erről mindig a derültékből poli jut eszembe, amikor kosaraznak. Az megvan? Nekem a film sincs meg. Na, igen. Majd a videók mi a felébe csatornába beteszem a felvételt. Biztos, hogy találok egy kivágást a neten. Arról a jelenetről, amikor kosaraznak, és így tök megizzadnak. És a Pali leveszi a pólóját, és olyan szőrös, mint a Yeti, bazd meg. És van egy lassított jelenet, amikor le akarja védeni a dobást a Ben Stiller, és így hozzáér az a lusztustalan zsíros izzadt test az arcához, és így ahogy ugye ugrik a labdával, dob, és ahogy így esik le a földre, így végig húzza az arcát a Ben Stillernek a mellkasán. És gusztustalan. Úgyhogy azt majd berakom nektek a videókba, hát ez hatalmas ez a jelenet. Tudom, hogy ezek alapján akarjuk. Hát... Igen, én most már én sem vagyok benne biztos, de a bátor ki a szerencse, nézzétek, hogy meg. Elmúlt poén. Hogy most nagyon fúj a szél. Rohadt erős az ambiance-nak a hangja, rohadt hangos. Na ja, most bal előre kerültem, nem? Hova kerültél? Rossz helyre, nem tudom. Most jobb hátra kerültem, csak próbálom pozícionálni magam, mert Hammerheadben még mindig átévedek. Ja, már látom, hogy mi volt a baj. Ott mentem föl, amikor odabagolottam föl a bia felébe, látjátok. Hiányzik a tető. Hiányzik a tető. Ez mindenek a teteje. Hányan vagyunk a Hammerheadben? Hárman? Három kapcsolatban? Fiber? Benny Orr. Majd még jön Majlát, majd megsedít csak. Nem, Ever a... sofőrke. Na, nagyon mocorog a hajó, nem tetszik ez nekem. Hát majd itt a helyszínen találkozunk, nem? Jaj, akár. Mikor lesz valaki itt van megint világos? A srácok. Hát... egy óra. Óránként van világos? Nem tudom, hát minden bolygó más egyébként, de... Hát így egyedül nagyon-nagyon... vagyok. Nehezen fogom, vagy nagyon lassan fogom tudni kivinni a dobozokat, úgyhogy elő vagy ott, valakinek jönni kell segíteni. Igen. Atmoszi hova lett? Ki mondta, hogy megy. Ja. Aha. Nem hallottam. Rengeteg cucc ez már, és ja, nehéz lesz. Lehet, hogy csak ide átrakom ide a lépcső alá, mert... Igen, amúgy az lenne legjobb, ha kiszornád egy idő után. Aha. Igen, áthelyezem ide a lépcső alá, és akkor talán könnyebb. Tehát ugye nyilván úgy van megcsinálva, hogy... Bazin, hogy itt a fű, szart se látsz. Igen, azon én is rögtem, hogy így kicsit így balra pakoltam oda a kövekhez. Vagy ahol földes talaj volt, ahol nem volt fű, hogy lássam, hogy amúgy hol van-e. Hát, hogyha majd pár ott van, akkor azért már látszik, majd kitakarja. Utána már a fűszálakat. Jaj, az allergia. Jaj, de jó. Uvá. Rakétázva vagyunk. Na. Hány túrát van most? Három. Talán. Ez nem túl jó, de... Megnézni, honnan jön a rakéta? Valaki ül a felső középső túrátbe? Én. Amúgy hallom. Mi ránk is lőnek. Itt a... itt Jump Town körül? Igen. Igen. Piszkosul sok rakéta van. Itt van fölöttünk az ember. Fölöttünk van.
Szerintem az összes rakétát, amit lehetett, azt rátok küldte. Nem tudom lerázni a rakétát. Szerintem két billentyűzeten nyomta a G-t mindkét kézzel, hogy az összes rakétát... Az ellenség, látjátok? Betöltse. Nem. Semmi, nem látunk semmit. Az meg olyan FPS dropjaim lettek, ahogy ezek megjelentek mellettetek rakétával. Most a virány honnan lőtt? Nem látom, és a hangot sem hallom. Jaj, Istenem. Én bal oldalt lövök valamit. Hogy lázzon már, ne! Megvan! Megvan! Mintha jobb szélen látnék valamit. Basszus. Itt van, mellettem ment el. Nem megint tudok utána fordulni. Hatra lement az FPS. Hát itt is, ja, igen. Ez a doboz, ez benn is maradt ott a... Hopp, nem, megvan. Nem. Nagyon vindog minden nálam a műszerfalon. Kobi, őt lövöd? Igen. Lehet, hogy itt az ideje tiplizni? Nem tudom lerázni, az azt a... Hol van Kobi? Azt a... Szerintem elugrott a csávon. Egy rakétát kilőttem. Szép. Király vagy. Basszak. Ott van előttünk a csávó. Azt arrohat, hogy mi... Nagyon nagy laggom van, srácok, amúgy. Hú. Akkor nekem is hallod, ezek a dobozok, ezek úgy mocorognak, meg nem is tudom. Hát ez nagyon itt durva. Itt van Kovi, na végre. Kipukkant. Anyád, ügyes vagy. Hallod. Szépot. Hát itt halok meg mindjárt ettől a doboz cucctól, te. Valahol, jó. Akkor ha, azért csinálta. Ezt nem szabad elfogyasztani. Meg kéne találni a parasztot, hogy hum van. Hát nem akarom elfogyasztani, de az... Elugrott. Szél vagy a játék belefújta az arcomba. Ez kipukkant. Elhúgy. Szép. Szuper, szép. Jó. Hát ez az GG. Hát de miután kilőtte három rakétáját, utána úgyse tud mit csinálni, te. Hú. Egész farzor, annyit hallottam, hogy folyton villog a torpedó. Contact, jobb felül. Én is egy pirosat látok. Az ellenség ez jön. 12 kilométer. Igen, jön fel. Wolf, vagy milyen. Shednél jön. 890 jump. Az tényleg egy 890 jump? Mekkora? Ott vagy előtt. Jézusom, ne. Ulum. Hát ezt megöljük. Szórjuk meg rakétával, nem? Azt mérem már be. Nem szórjátok meg, hadd menjen. Akkor most már csak izéval vagyok itt, nem? A Gabival. Viszont én lehet, hogy be is szórom most már a maradékot oda a túloldalra. De lakolok a út. Fú, rettenetes. Nem tudok rá fordulni. Atya ég, mi van? Hallod, én megkockáztatnám, hogy most már hagyjuk abba a pakolást, aztán lesz, ami lesz, mert ez... Igen, azért akarom ebből crash lesz, vagy valami más baromság. Szép, megfingattátok, jól látom? Nem tudom én, mintha soft death lenne. Nem, itt van előttünk. Van pajzsa. Nem látom. Hát nem tudom becélni, de most be tudtunk célozni. Benyomott egy csaft. Jó, engedjük el. Megnézem a hajót, köszönöm, mert... Köszönöm a játékot, sziasztok. Csőcső. Hello. Szia. Hello. Csőcső. Minimálisat kap az orra. Egy picit tudsz fordulni, hogy tudjam lőni, mert így... Melyikbe vagy? Jobb. Hátsó. Ennyi elég, köszönöm. Gabi, te akkor most jössz velem a Cutlass-szel, vagy még maradsz lent? Mert én most fölreppenek, megnézem, hogy mi újság van. Ja, nyomasd, én megpróbálom még pakolászni ezt a rengeteg szemetet. Jó. Megcélozni nem tudom, mert nyomja mert a... Mert most noise... Vagy noise, vagy nem tudom mit. Lőnek ránk? Négyzőbb, az micsodára 890-es akkor nincs nem tudok sajnos, mert pont határon van. Kérem valami hajó, amibe pakolhatok majd. Hát én visszajövök. Csak... Végülis, hátsó pajzsa feles. Ha most nem vagyunk életveszélyben, akkor nem lesz izé. Csázoli, hello! Viszont srácok, nem sokára crime-osok leszünk. Hát lehet. Hát, ja, még egy kicsit nyögvenyelősen megy a dolog. De azért nem adjuk fel. Most hol van a pecó most? Egy 890-t lövünk. Itt van, jó. Szegény szerintem nem gondolta át ezt a... Mi veszekedőtünk a Jumptoint-tól, srácok, nem lehet, hogy ez csak el akar minket húzni onnan? Nem tudom. Az is lehet. Most meghozt. Most megfingott.
Jó, eddig elrökkent bennünket. A... mi történt a Herkuleseddel? Ennek annyi. Itt... Már több mint 10 percet kilőtték. Igen. Az volt az első áldozat szerintem. Aha. Igen. Igen, az volt az első. De egy C2-m nekem van még a... bárhol gyakorlatilag. Figyelj, Gabi, idejövök, és akkor... És akkor pakold be az énba, a rámpán. Tudod? Hopp, várjál. Oh. Egyelőre kifelé pakolod. Gyerekek, jó. Stilinski. Én beúsztam a hullámért a víz alá. K3-zsba. Jó, igazából az úszás az alapjában. Csáko, jár neked a csirketek? No. Ott van a víz alatt a H3. Hát nem tűnik úgy, hogy a víz alatt lenne. Csá, Eko, üdvözöllek Alexeva flottájában. Csá, csumi, cső. Ezt nem tudom megunni, imádom. Szőtj, ha be akarsz majd szállni a hálábosod. Oké. Okay. Jó, ott az ajtó. Targetálva vagyunk. Nem hiszem, hogy... És mi lenne, hogyha az órát... Ja, te voltál, jó, oké. Én voltam, én voltam. Az órát itt lebigyezteném. Figyelj, inkább szólok, mint hogy... Mindenképpen. Mint hogy nem szólsz. Így van, mert lehet, hogy azt nem... A szólás még mindig jobb, mint a nem szólás. Így van, lehet, hogy valamelyik haver, aztán mégsem. Tudom, tudom, csak... Egy kicsit úgy... Meg akartam... De hát pont úgy vannak a fák, hogy... Hogy fuck. Nem lesz jobb megoldás, mint az, hogy odaállsz oda fölé, ahol, ahogy először csináltuk. Aha, igen. De azzal se lesz gond. Szerintem. Már majdnem kim van az összes doboz, úgyhogy... Mindjárt átforgatom a hajót. És akkor, hogyha ezt a sok drogot eladjuk, akkor milliárdosok leszünk? Hát a milliárdosok nem is, de árdosok leszünk. Kapsz gyógyszerrepészt. Hát valamennyit számít, ja. Sejt szálljak le? Még az óceánban vagyok. Azt tudom megedesen. Mint amit az öreg indián mondott a fiatal indiánnak. Uff. Ennyi? És milyen igaza volt az öreg úfnak, nem? Ja. Elfúj a szél, basszus. Jó a vihar. Na bazd meg. Tényleg, csúszok el. Jajjajjaj. Mi lenne, hogyha megpróbálom ezt így szép, szoftosan lerakni? Ne főfele menjé. Most. Ha. Végül is. Jött egy jel, nem? Petigét ezt mindig betolgatolom. Figyelj, föltettem a ház tetejére a cuccost. Jó, mindjárt végzek. De úgy föltettem a hajót, hogy így itt vagyok. Csak nem szabad kiszállom, különben nem bírok visszaszállni. Ha! Hehehe. Zsír. Na, úgyhogy mehet fölfelé. Megint targetálva vagyok. Mindjárt szépen lekapcsolom a lekapcsolom a lámpát. Így. Hát persze. Na.
Az a jó, hogy ezek a kamerák, ezek tök jól meg vannak csinálva. Hát hadd nézzek már oda, akkor... Na mi az? Hát ahogy itt repkedtél, szétszórtad az összeset. Ne! Tényleg? Basszus! Bocs, nem direkt volt. Nem direkt akartam így. Ilyettem, mondom, nézem, hogy hol van a nagy tömeg, erre látom, hogy szét van szóródva minden. Ó, bagge. Valami rakéta van előttünk. Igen, engem lőnek, hogy jövök. Hát de szóljál, hogy valaki lő téged. Jaja, mindenképpen. Azért az első. Mi a gyereknek az anyja csipálja. Ja. Majd lát, tűz alatt van. Pedig én targeteltelek. Keresem a targetet. Itt van előttem. Hát Zoli, visszatérve a rád, néha én is úgy vagyok vele, hogy ó, bazzeg, annyira fáj néha, hogy úgy nem működik a játék, ahogy működnie kéne, hogy én is szívesebben nézném mások szenvedéseit, de igazából, ha már erre adtam a fejem, akkor muszáj bevállalni, úgyhogy majd én szenvedek, ha te nem akartok. Crest Apollo Eclipse-be, itt van Crest Apollo alattunk, hemered alatt van. Igen? Mhm. Oh, gyerekek. Előttünk. Nem látom. Egy valamit viszont kipróbálok. Eltűnt. Az itt... Lehet a kerek egyszerű lett volna, való igaz, de mivel szeretjük a kihívásokat, ez most mocorog? Látja bárki. Nem mocorog. Negatív. Torpedóit azt jó, láttam, stabil. De őt nem. Azért jöttem ezzel a hajóval, mert... Több helyről is jön. Igen. Itt is van előttem. Ah, ez az. Az egy torpedó volt? Az egy torpedó volt. Szerintem igen. Oké, jöhetnek fel a dobozok, itt vagyok már, hozom őket. De nézd meg, annyira... Annyira szar a szerver, hogy... Nem is merem nagyon mozgatni a dobozokat. Lőránk, bal. Nem, nyugodjál meg, csak én targetelek. Ja. Talán kicsit közelebb nyitnem őket, amik elszóródtak. Peti. Az Peti volt. Ja, persze. Tök csöndben van, és akkor jön a parapillanat, és akkor Peti megszólal, hogy ja, egyébként itt ilyen én vagyok. Az ember meg is feledkezik róla. Ha nem nézném ma izét, hogy kik vannak itt a chatbe, a voice chatbe, akkor nem is tudnám, hogy itt van a Peti, mindig olyan halk. Elsompolyog itt közöttünk. Én egy torpedót, vagy rakétát. Hát, hogy meddig megy? Szerintem ameddig csak tudjuk, de max 3 óra, úgyhogy még durván fél órát maradok. Ez a max. Részemről legalábbis így a live-ba. Úgy gondoltam, jó, hogy ezt... Voltam. Ezt jó. Az eventet kicsit megnyomom, plusz egy órával a szokottnál. Oh, oh. Na, ez jó bedobtad, ez jöhet így. Majd elkapkodom. Gyors, elugrok Everusra risztokolni. Oké. Okay. Ügyes a gyerek a izéval. Eclipse-el, mert mindig eltűnik. Basszus. Igen, mert ugye gyors, mint a villám. És el tud menni a radarjeled hatósugarából, és ezért újra tölti magát a pajzsát. Regenerálódik. És akkor utána jön vissza támadni. Csak hát ugye majd ez az lesz a ciki, hogyha addig te is tudsz regenerálódni. Meg majd nekünk is azt kell csinálni, hogy az egyik amíg regenerálódik, a másik addig támad, hogy a támadott célpont az... folyamatos tűz alatt legyen. Ha nem fogjuk a kvantumot, nem kapjuk-e? Az a baj, Csanyi, hogy a billentyűzet egér kombóval olyan marha lassan tudok utána fordulni. Hát igen. Na, nem baj. Egyébként van egy titok, hogy ha fölfele húzod az egeret, igen? És nyomod a space-t, akkor gyorsabban utána fordul. Ugye a space-el azokat a thrustereket nyomod, ugye, ami a felszállás segíti, és
azok a legerősebb manövering thrusterek a hajókon. Jaj. Amik ugye hát, alul vannak. Amit Sepótól tanultam, az meg az, hogy ha elkezdett hátrafele húzni a hajót, tehát a hátra irányba nyomni a dolgokat, és úgy fordulsz, akkor gyorsabban tudsz fordulni. Hátrafele? Hú, ez hasznos, ha, ha nem fölfele, hanem hátrafele kezded el. Hátrafele, igen. És ezt teljesen jól lehet alkalmazni a legtöbb vadászhajónál. Na én úgy gondoltam, hogy nálam a fölfelénél is tök jól érződik ez a hatás, hogy felhozom. Próbáld ki úgy, hogy hátrafele nyomod. Megnézem majd. Attól is jobb. Tudom, mert annak idején én is azt csináltam, hogy nyomtam a felfelét, és úgy próbáltam fordulni, de sokkal hatékonyabb, hogyha nyomod a hátrafelét, mert nyilván nem szabad teljes sebességgel elkezdeni forgolódni. Tehát harc közben, tehát PvP-ben a max sebességednek a 10-15%-ánál többen nem érdemes menni, mert nem fogsz tudni forgolódni. Tudom, ez a 100 körül, 100 méter per szek, amit én így magamével tudok tenni, 120-150, attól függ. De ez a 200-220 méter per szek, ez például egész jó. De az már szerintem sok. A Master Modes-nál az már nekem sok volt. A 200 fölött, 220 körül. Nem úgy 3-ig, hanem 3 óráig, míg elérem a 3 órát a stream időbe. Úgy értem, Zoli, bocs. Igen, ezt nem tisztáztuk. Szóval jaj, nagyjából 3 órát tudok én maradni annyi a stream time, és akkor utána elköszönök. És már 2,5 órára nyomjuk. Durva talaj, úgyhogy nem kell izé egy kerék. Ja. Itt azért ez még mindig jól néz ki, hogy egy nagy hajó közelít a forban. Mennyi van még, Gabi? Van még. Jó. Jó van, alakulunk. Az nem engedi? Jöttem várja. Segíteni. Kaktuszokon vagyok rajta. Jaj, nyisd ki, és valahol beugrom. De hogy itt van a fűben, nem lehet látni. Raktam ki párat oda a fűbe. Ott. Oké, mehetünk. Hoppi. Fú, gyerekek. Várom, majd rendben legyenek ezek a dolgok. Ne legyenek ennyire ganyék. Hogy működjön rendesen a szerver. Mert igazából ugye ez a legidegesítőbb benne, hogy a desync. Mert a bugokkal még úgy, ahogy az ember el van, megtanulja, hogy lehet kikerülni, meg mit tudom én, a lehető legjobb módon elkerülni, vagy orvosolni, hogyha már egyszer előfordul. De hogy a desync... a desync... az milyen ganyé? Tehát ez borzadály. Lehet, hogy a server meshing az fog javítani rajta. Biztos, hogy fog. Van meg 100%, hogy egy jó 2-3 hónapig. Látok valakit, valamit. Én lövöldöztem csak, bocs. Majd Twitteren írtam erről egy posztot. Két-három hónapig nem lesz semmi. Vagy nagyon bugos lesz. Biztos. De Twitteren írtam erről egyet, majd nézzétek meg. Na, hát az van, hogy most hozhatnánk még ki. Igen? Hogy áll a cucli, a helyed? Hozzunk még ki, valamit. Olvasni is kell ám bizony. Apropó, be kell fejeznem a dűnét. De az egyet nézed? De olvasom. Ja, de olvasod. Elfogyott már a doboz? Itt lent a bejáratnál, igen. Igen. Jó. Jó. Meg hozzak párat a biztonság. Csepó, próbáltam Sulit is behúzni, hogy hátha jön segíteni, de nem jutott el hozzá a Discord üzenet.
Hát Suri sokáig nagyon AFK-zni szokott. Jó. Betargeteltek minket rakétával. Lőnek! Hogy van a majom? Aha, igen, minket is. Miért be valaki? Tartsatok még ki, most már alakul a helyzet. Crest Apollo, Aegis Eclipse. Kinél lejjebb van most? Lejjebb van tőlünk, orral le. Hentes, orral le. Ott van lent, ugye? Bemértek. Aha, mögöttünk? Ott kell lenni valahol. Nincs mögöttünk a hála mögött valaki? Jobb oldalt láttam egy pillanatra. De... Nem tudom, hozzá lehet, csak az, hogy nem látom. Én sem. Keresem. Valaki túlsz lejtették és betömték a száját? Nem, morot fújt a vinnyi. Azt láttam, hogy honnan jönnek a rakéták, de nem tudom betargetelni. És hentes megint lő ránk, torpedót a csávó. Nem látom. Én így fújom az orrom, jó? Vegyük ki a torpedót. Hú. Jó. Gyerekek, amint ide jön valaki rajtunk kívül, azonnal elkezd olyan lag lenni. Igen. Olyan frame drop van. Itt felőttünk a HH előtt most, csávó. Ja nem, az a Peti, ne, előtt! A pirosat ne öld meg. A torpedóra. Jó, az a baj, hogy nincs több dikkoljunk, szóval... Most berakja oda. Kellemetlen. Bazd meg. Kellemetlen. Jaj, bazd meg, ne. Na most csak azért, mert elfogyott a dikkoljunk, most ne ölj meg minket, jó? Nem, az a baj. Annyira el tud tűnni azzal a szarral, hogy még betargetelni sem tudod. Ja, már látom mi a baj, oké. Igen, azt egy kicsit túlzásba vitték. Hogy? Hát, hogy az Eclipse-et nem lehet kitargetolni. Ja, hát... ja. És Szerint. Látom, és jelzi a buborékot, ahonnan ellövi. Látom, hogy merre halad, de nem tudott kitargetelni. Igen? Esélytelen. De ha nem lenne ekkora deszink, akkor sokkal egyszerűbb lenne a torpedókat is kilőni, és onnantól kezdve... Ez az. Mindegy lenne. Na, már lő ránk az abban, csak nincs... Várjál. Noise. Bazd meg. Hova? Ne... Léci. Noise. Ide lő ránk? Jó. Ahol ide vagyunk? Tünk. Az állomáson? Szép. Egyébként szerintem most, hogy nincs dikkoljunk, én nem fog megmozdulni, és rátok, hogy bízva, tületekre vagyok rá bízva. Ennyit tudok tenni. Szerintem előtt bennetek. A három torpedója. Hát most egy 5-6 perc. De minek noise-ozunk folyamatosan? Már, ez már csak az utolja, nem én nyomom. Hát ezt komolyan mondom, bazd meg. Várjatok, most ne tegyetek be dobozt egyáltalán? Mert itt küzdök, mint disznó jége, mindjárt várjatok egy picit, mert bedobáltátok a ládáim mögé a dobozokat, vagy ezeket a drogokat, és én nem tudom visszarakni a helyére a dobozt. Pillanat, jó? Kis türelmet. Szóltam volna előbb is, bocs, csak... Jó, oké, így is jó. Jár is. Előrébb. Öcsém, na jó, ezt most szétkúrtuk. Most csak tényleg ide jön, kilő három torpedót, elmegy, föltankol, és ezt játssza végtelenítve. Igen, mert tudja, hogy basszat. Lehet, hogy akkor én azt csinálom, hogy visszaugrok Everusra, mert hát, ha esetleg ott risztokkol. Ugye látom, hogy valaki úgy száll föl. Nem, elkezdtem követni. Nem megy el odáig. Na jó, meguntam. Nem megy el odáig. Lehet, hogy nem tudom. Tuti fixen nem megy el odáig, és azt is megmondom miért. Egyrészt túl hamar mindig visszaér, kettő, meg nem pöntről jön. De amúgy itt van mellettünk a... Jó, jöhetnek a dobozok. Meguntam, inkább betettem a hajó inventoriba a ládát. Nem akar egyszerűen a helyére menni. Itt van mellettünk a HDMS Operay, vagy mi? Lehet, hogy át lehetne nézni oda, nem? És aha, szerintem ott tankol fel. Én szerintem elég lenne, hogy egy vadász oda menne. Igen. Én mindjárt keresem, hát és akkor én elmegyek arra megnézem. Ez a ládázás, Zoli, ez nagyon cefet. Pont,
pont mellettünk van az a HDMS operé. Oké, okay, oda megy tankolni, azt mondod? Hát, ez elég közel van. De igen, egyébként igen, észszerű lenne. Egyrészt meg alulról jön, tehát mindig alulról jön, tehát nem fölülről. És egy vadásszal nem nagyon tud mit kezdeni. Ja, hát ha valaki lekemperje, hogyha ott tankol, akkor az jó. Mi a neve? Mit mondtatok? HDMS? Operai, vagy valami ilyesmi. Itt tényleg pont mellettünk van a térképen. Ha-ha! Na, lesz doboz? Ha csak szedni kell ki a... A ajtónál vannak még. Igen. De át kell pakolni őket többet. Vazzeg! 2 órája lassan foglaljuk ám a placot, azért az tök jó. Igen. Szereztünk már nem kevés mészt, úgyhogy ez nem lesz rossz. Pár milla biztos van. Hova érdemes elvinni, eladni amúgy? Hát ahova külön mondja. Ja igen, akkor ez itt lesz az állomáson. Itt van a szájunkban. Ja igazából csak föl kell menni, aztán be kell söpörni a lét. Csak lenne szkenneljenek, nem tudom ilyenkor. Ja, az nem baj. Most hát, kapok egy 2-es krámstatot, hogyha nem állok meg, max. Nem, az a baj, hogyha megállsz, akkor mire leszkennelt, addigra el is kobozta az összes cuccot. De legalább a küldetés miatt nem lesz ilyen probléma, mert le kell adnia. Ez a küldi, hogy te most a Hearthstone-nal dolgozol, és add le nekik. Tehát alapvetően, hogyha nem bugos, akkor nem kéne bajnak lenni. Ja, akkor nem. Ha bugos, akkor... Sok a ha, igen. Biztos, hogy bugos egyébként, ez 100%. Ide a rosdási bökőt. Nem lenne rossz, Kobi, ha ott találnád, éppen ott tudnád még csipni a csávót. Igen, csak az a baj, nem találom a helyet. Már a Star Map-en se találom, mert nem ír ki semmi. Kattints vele újra a bolygóba. Már csináltam. Jó lesz az a Star Map javítás. Az már nagyon kell. Hú, hát az hiányzik, mint egy falat kenyér, de tényleg. Kontakt, merre lövök? Ki? Hát én azt nem látom, úgyhogy mondj valamit, mert én azt... Amerre lövök, arra látok valakit. White Nerd-est is keresd a térképen ülő. Látom. A bolygó felől jön, old felől jön. Látom. Targetálva vagyok. Voltam. Gyerünk, csapjátok neki. A Vulture-t lehet ingén, persze. Elindultam rá, jó? Nem tudom targetolni, még csak a jelét látom. Igen, én is látom, most már én is látom. Bobby szórakozik. Kogi, ezt te vagy, aki állandóan lokkol? Nem. Én próbálom lokkolni őt, de nem sikerül. Ott a kis piros szar, de... A piros az mi? Titeket targetel folyamatosan. Lorville-be lehet a Vulture-t megvenni a New Deal-ben. Igen. Így van. 1,2. Figyelj, csak egy kicsit rárepülünk, jó? Hát ugye 1,254 egész pontosan most itt nézem az SC Wiki-n. Na figyelj, megy a tudsz. Jó, figyelek. Ez nem sikerült. Na még egyszer. Piros lett. Aha. Jó, így, jöhet. Tudjátok, mit kéne csinálni? Becsukni az oldalajtókat. Távoli jel. Az nem közeledik. De jó lesz ez így egyelőre. Ott valaki elposztalhatott, és annak a maradványát jelölheti. Roncsot. Még az ágyba is teszek dobozt föntre. Dehova. Így a hurikán visszatér. Fú, az, ja, jó lesz ott. Lorville New Deal. A Salvage az érdemes a Salvage-al, de úgy kell csinálni, hogy ahogy már a nagykönyvben meg van írva, először lehántod a izéját, a bűrit, aztán utána meg be... Mi a fenézed?
leroppantod a hajótestet. Reclaimer léri meg nyilván a legjobban, de ha egyedül Reclaimer ezzel, akkor megőszűsz maga, hajót kihullik, mire lenyomod a kört. Úgyhogy Reclaimerrel minimum ketten, de inkább hárman kell. És akkor tudsz beszedni olyan 5 és 7 millió között, attól függ, mennyire vagy vadállat és mennyire pakolod tele a raktered. 2 óra 5 millió egyedül. Na, itt a válasz. 2 óra 5 milla, ha egyedül vagy. A Vulture-rel nem tudsz ennyit megcsinálni, annak nincs akkora tartálya, puffer tartálya. 240-es a Vulture, a Reclaimer meg mennyi? A Reclaimer az 420-es. Ne, a Reclaimer 240-es, a Reclaimer. 240-es az a tartály, srácok, amit beszedtek anyagot. A puffer tartály 240, és az a Reclaimer, és a Vulture az meg mennyi? 80? 130 körül. Megemelték? Valamit igen, emeltek rajta. 10 konténert tudsz összegyűjteni benne, összesen, ha jól emlékszem. Igen. És utána ki tudod adogatni, de aztán ugye ott csak annyit tudsz csalni, hát nem csalni, kihasználni a játékmechanikát, hogy kipakolsz a puffer tartályból, még egyszer teleszeded. Igen. És az úgy 260, ugye a puffer tartályjal együtt. Mert azt úgy tudod csinálni, hogy tele van a raktered, meg a puffer tartályod. Bemész egy állomásra, eladod a rakteredből a 10 dobozt, akkor kirül a raktered, akkor ott helyben az hangárban kinyomod a dobozokat a puffer tartályból, akkor megint tele van 10 dobozzal a raktered, és akkor megint eladod, és úgy tudsz két kört egybe elvinni. De hát a Reclaimerrel is ugyanezt meg lehet csinálni, csak ugye 240-es pufferrel. Annyi, hogy a Vulture-ről nem éri meg a Structural Salvage, tehát inkább a kopasztást éri meg, és ott is a középső fejjel, legalábbis nekem az jött be legjobban Vulture-rel, míg Vulture-rel toltam. Traveler vagy mi az Isten a neve annak a fejnek? Azt hiszem pont a legnagyobb, nem? Igen. Csak a legnagyobb az a probléma, hogy rengeteg a veszteség mellette. Uh-huh. Tehát lehet, hogy nagyon gyorsan szed, de nem olyan mélyen és nem olyan jó. A legjobb kompromisszum a középső. Ja, az arany középút, mint általában. Igen, a gyárilag van két fejed, a kisebbik fej, tehát a nagyon pontos, nagyon hatékony, viszont az nagyon lassú, meg van a gyorsabbikból egy, a gyorsabbikból, azt mondom, lehet, hogy a troller, nem, már nem emlékszem pontosan. És egyébként, régen. Hogy pénzben mennyi az? Arra kíváncsi az Oli, hogy a Vulture-rel mennyit tudsz összeszedni úgy pénzbe egy körre kell. Számold úgy, hogy az alapvető hely az 12, az 80-96. Ha megpakolod az alapvető helyek mellett, oda még fér körülbelül 10, tehát 22 SCU-val számolj. Jó, de mennyi a szám szerint? 180 ezer. 180 ezer per kör. Beleteszed, ja. Ha ezért csinálsz a hámozást. Így van. Nyilván, tehát a Structural Salvage az jelentősen alacsonyabb, mert azt hiszem 6000 forint. 6000 pénzládó. 6000 körül van, vagy mennyi, igen. Igen, tehát a bőrceded az meg 14 000. Ja, tehát a Vulture-rel csak a bőrt érdemes szedni így vidékiesen, és azt eladni, és a hajótestet hagyni a francba, és kész. Mondjuk ha azt csinálja, hogy minden körbe, tehát letakarítja a bőrt, és utána a maradékot meg belerántja a szervizsbe, és így adja el, talán nagyjából megéri. Egyébként instabil a bitrátám, azt nem tudom miért instabil. Pedig 5800 és 6000 között mozog. Én elindítottam azóta, hozzá nem nyúltam, és teljesen jó, folyamatosan megy. Megmondom az őszintét, a Vulture-ről én rengeteget. Bemértek bennünket? A stream maga jó, akkor hol? Nincs gond, csak nekem rinyál a bitrát miatt. Hammerhead-be hallottam egy detektálást, lehet, hogy csak valaki betargetelt. Erre mindjárt ráfrissítek az oldalra, hát egyébként nem unstable, csak beragadt. Megint kapjuk fölöttünk. Pedig unstable. Már lövi ránk. Lehet. Hát egyedül a Vulture-rel nem az igazi, de lehet vele szórakozni, hanem vagy ilyen PvP maestro. Crest Apollo újra. Aha. Rendszeres látogatunk most. Hát kitartó. Kitartója. 2,6 km túl messze van. Itt a Ferrán is, ő is szokásos úriember. Igen, akkor visszajött játszani. Előttünk van. 1,4. Beülök a pilóta fülkébe, becsukom az ajtókat, majd csak a hátsó ajtót nyitom ki, jó? Mert nem akarom, hogy kiessenek a dobozok.
de ahogy megjött ez a két srác, azonnal látszik az én, azonnal az látszik. FPS drop, igen. Az FPS drop nagyon durván. Nem tudom miért. De nem látom, érted? Nem tudom kit még ráfordul. Nem látom én sem. Vakon vagyok. Valamelyik vadászunk tényleg elmenne arra a tankoló helyre, hogy hát ha az Eclipse-et ki tudja szedni. Egy jó pofa bombát kéne rádobni, egy ilyen jóképű bombát az Eclipse-re. Nem kell bombát, oda kell menni és egy vadász szana szétbassza. De arra ugye Evertet nem látjuk. De a töltőhelyen ott lesz, tehát le kell szállnia tölteni. Oké. Nekem az a baj, bebugolt a Star, mert nem látok semmit rajta. Oké. Elmegyek oda. Megúsztam. Elmegyünk? White. Menjünk, ja. Most lövi ránk, előttünk tapadó. Hopsz. Lőtt ki, léci. Baj van. Azt megvan, kurva. Szép, kilőttétek, amúgy szép volt. Jön még egy. Hányadik torpedót lövitek ma már ki, kurva jó. Jó, szép, srácok, szép. Azt kurva, ja fasz. Ha merhet, az erre való egyébként, Lória szerint. Torpedó vadász? Illetőleg légvédelem. Aha, igen. Aha. Srácok, elmentünk arra a helyre, jó? Nézzétek okay. meg. Ja, mert hogyha kilőttét rátok az összes torpedóját, akkor... A pakolást, az cseh. Viszont volt itt egy haverja. Magili? SPG, Maj... Lot... Majlát? Majlát. Majlát, ja. Felső majlát vagy alsó? Rakd el. És próbálj meg akkor kiugrani, mert amúgy nekem az működött. Micsodát próbálj meg elrakni? Hogy a multitoolt rakd el. Aha, ja, igazad van, Zsugi. Tudtam sétálni a tetőn, és le tudtam onnan jönni. Hogy van-e még más érdekes mission? Hát most ugye Jumptown ez úgy kvázi ez a legérdekesebb, de... De amúgy... Van pár, ja. Például ott van a Ghost Hollow Mission, a Ghost Hollow PvP Mission is tök jó. Az is szép helyen van, Microtech-en. Nem reagál semmi. Mennyi doboz van még, fiú? Egy olyan 15-öt, kb. 20-ot még mindjárt pakolunk. Jó, oké. Vagy pakolok. Jó. Kell, hogy menjek innen, és a Majlat itt volt az előbb, nem? Hol van? Igen, itt vagyok, csak bebugoltam. Á, jó, sikerült kijönni. Csak nekem nem sikerült. De egyébként a relog az megoldja. Meg hamar betölt, tehát ugye nem gáz. Jó, egész szép kis kupac jött itt össze, majd most már erre a részre pakolok, és akkor... itt is megtöltöm, itt az ágy mögött. Nem, mégse jóval. Szóljatok, ha elkezdetek felküldeni a dobozokat, mert akkor bejövök ide hátra. Jó. Hol ott a... Itt most, hol van a most helyen, mint én kijelöltem. Azt... Jó, oké, megvan. Ó, nyomorú. Szomorodjon meg. Nálatok helyzet, megtaláltatok a... Még csak most indulunk, most megyünk oda. Jaj. Ha gondoljátok, ott van egyébként a Scorpius, amely tudtok azzal jönni. Ugye azzal jöttem vissza. Már megyünk. Már a vizének mondom. A Majlatnak meg a... Itt van Gabina. Nekem a Defenderem. Banu Defenderem. Igen. Jó, akkor itt hagyom a Scorpit. Az én hajómat kilőtték. Hát mindegy, viheted a Scorpit, ha akarod, ott van. Oké. Ott van-e? Megvan? Ott van? Jó, nem, jó. Nem, a Peti volt itt. Petit jeleztem. Petit már több egyszerre találjuk. Jó, Petit. Kezd gyanús lenni nekem. Ja. Peti a titkos ember. Peti, milyen hajóval jöttél? Meg egy rotoliátor. Torpedózni jöttem, de ha nem lehet becélozni, akkor nem tudok valamit tenni. Péntekig vesznek fel új evokati embereket. Tényleg? Aha, írták most. Na. Hogy a 3.23 mivel jön, kell több tesztelő, úgyhogy küldenek ki péntekig e-maileket. De jó. Kellett volna küldenem. És ezt hogyan, intézik? Ahogy az issue cancelt használod meg minden egyéb ilyen dolog? Hát az is számít, hogy mennyit játszol, mennyit PTU-zol, mennyi ugye bugot ugye contribute-osz a issue cancelen meg ilyenek. Jaj, azért kérdezem, mert én issue cancelt egyáltalán nem használok. Halló, Igen. Sir Charles volt a neve? Nem, Sir Charles, azt ismerem. Ő magyar, ő... Őt ne bánsd. Sir Charles, ne bánsd. Akkor csak nem kéne kilőni. Hát lehet.
Szóval azt mondod, hogy lőjük? Már hát a nem kénében, nincs az benne, hogy nem lőjük ki, csak hogy nem kéne. Csak azért mondta, hogy magyar, hogy magyarul sértegesd a tanácsát. Meg is érkezett, látod? Jó, hogy nem lőtted le. Hello! Hali! Ugye most idehúztam az elmúlt 10 percben, hallottam félfőre, pont elindítottam, úgyhogy itt szétnéztem. Úgyhogy légy szíves, lesz egyetek le, jó? Köszi! Jó, jó, jó. Nincsen, izé, Zsolti, ne, ne legy agresszív. Jó van, na. A piros szemű elefánt elbújt a cseresznyefán. Hát figyelj, Zoli, ha nyugis banyomod, akkor szapportolj be embereket. Kínáld föl nekik, hogy elszállítod őket a korzerrel, mondjuk, hogy ha egy mulla kimegy bányászni, akkor szállítsd el korzerrel, aztán kérd el a lóvét, hogy a szállításért kész XUAU-ecet. Vagy mit tudom én például most élem ezt a medical cutlass-redet, imádom, tehát ezzel is lehet jönni szapportolni, ilyen PvP-s arcokat. Úgyhogy van egy csomó ilyen lehetőség. Elszállíthatsz abból bélyebb embereket, megmentheted őket, ha mondjuk valakit lelőnek, akkor tudod, még másfél óráig soft deadben van, akkor mehetsz menteni, azért is kaphatsz AOEC-et. Úgyhogy van egy csomó olyan dolog, amit tudsz csinálni, anélkül, hogy meg kéne húznod a ravaszt, érted? Tök jó. Úgyhogy én ezeket javaslom neked, hogy ezeket bármelyiket nyugodtan. Már ha itt az elefánt előjött, azt tudjátok, hogy hol tud a piros golyójú elefánt a legjobban elbújni? Keresztül. Igen, és mi a leghangosabb hang a szavannán? Na. A zsiráp cseresznyét eszik. Jaj, ne. Na ezt a verziót még nem hallottam. Ó, igen. Nézzétek meg a YouTube sorsaimat, ott én is fölteszem a költői kérdést. Mi piros az elefánt szeme? Édes jó Istenem, azt hittem ezt csak a Sanyi szereti ennyire, de hát téved. Nem, vannak még hozzám hasonló korú és humorú emberek itt, hogy látom. Még mi ezeken nőttünk fel. Ezeken a szar, a is, annál jobb vicceken. Gyerek is hozza hazafele, úgyhogy. Ja, persze. Ja. Nálunk is a fiam próbálja elsütni ezeket a vicceket, és én simán leütöm a labdáit, mert én már mindent ismerek, tudod. Amiket ő még így... Ahol lesz az még jobb is itt. Lesz, aztán... Hoz olyanokat, hogy ki fogsz nyúlni. Ó, ne! Itt vannak fönn a dobozokon, bázzeg. Ez az. Azt mondod, ezeket hogy itt van, hogy nézek körbe, hogy kit kell lőni. Micsoda? Mondod, hogy itt vannak, én meg nézek körbe, hogy kit kell lőni. Ja nem, a dobozok itt vannak fönt. Jó, amik nem estek le a lábam elé. A lábaim előtt fogsz heverni, te cseléd. Na gyertek. Mennyire pakoljunk? Nem ide jönnék tankolni. Van még helyem. Most egy kicsit már megmondtam mondjuk. Hát, figyelj, végül is egész szép szajrénk van. Így is. Jó, hát persze ilyen körökbe rakosgatjuk kifelé, úgyhogy ez így még... De akár hajnalig is el lehetne ezzel lenni itt, nem? Igen, ezzel jó darabig el lehetne lenni. Csak már... elég, nem? Csak annak... Igen, nem lesz soha vége. Nem, persze, hát ennek ez a lényeg, hogy nem lesz soha vége. Akár egy egész izét is, C2-t is, vagy... mi az? Hányan pakoltak amúgy? A2-t is tele lehetne rakni, és ide még belőle nem is raktam egyet se. Csak itt hátul vannak. Ketten pakolunk kifelé. Mert hogyha tudnánk többen pakolni, akkor lehet lenne értelme azt a részt. Mert... ezért mondtam, hogy a pakolásnál is legyenek azért itt elegen. Mert hát ugye ennek is nagy mi a fenéje van jelentősége, hogy hányan pakolunk. Jaj, de még mielőtt elfelejtem, srácok. Mikor lesz itt világos amúgy? Tehát már tök jó lenne, hogyha kivilágosodna egy kicsit. Hát, szerintem már jön felfele a nap. Megint jön felfele a nap. Azt is ittunk. Lassan, pitymallik. Pitymallik. Lehet, hogyha letesszük a fegyvert, akkor jön a világosi. Júj. Jaj, ne. Júj. Kicsit erős volt így este. Ez erős volt, na. Kapsz egy mém véget. Jó. Hát mi betöbbi. Kicsit kikérem magamnak. Na, tényleg?
Hogy miért akkor egyenesen hátálmas? Jó, Istenem. Fájdalmas. Fájdalmasak vagytok. Ugye? Csak na, ez a jó. Jó, ez az. Fa nincs. Az Petike. Petya! Nem tudom, én kezdem azt érezni, mint a narancs tetves és dugó paródiába, hogy körbe-körbe futok Google-ba, az meg. Azaz. Ez tényleg csak így futok körbe itt a szobába föl-alá, egyszer jobbra, egyszer balra, egyszer jobbra, egyszer balra. Ja, hát ezek monoton dolgok. Ó, MMO-s vagyok, úgyhogy... Olyan, mint a gyerekjáték. Na, csak nem akadj már. Ja, hát Zoli, figyelj, nem is az a lényeg, hogy menjen, ne menjen. Ott van a telefonod, lefordítozod, aztán beírod a chatbe, az kész. Az pont annyira elég, hogy megértsenek, aztán, ha nem megy. Targetálva vagyok ma én. Ja, én néztem, hogy... Hogy hurikénre váltottál, Sepó? Csak az ágyúban vagyok, nem én repülök. Ja, jó, furcsa is volt. Na most még jönnek ki a dobozok. Óhó, van ott még, jaj, van ott még gyerekek. Honnan ez jött? Ja, azt akarom megcsinálni, hogy a kamerát ide vinni. Csak ugye az a bajom vele, na már így. Csak még egy picit lejjebb. Aha, így látom a dobozokat. Na még egy print screen. Lehet lassan érdemes elvinni a árut, nehogy valami 30k vagy valami. Ja, ilyesmi. Már nagyon régóta fönn vagyunk a szarolja. És még él. Ja. Nagyon összerakták erre az eventre. A Siege of Horizon annyira nem jött át nekem a legutóbb. Most hiába dolgoztak rajta ennyit. Már nem mentem vissza. Kipróbáltátok amúgy a javított verziót is? Nem. Azt... Kipróbáltuk? Ki? Az volt a javított? Ki? Nem. Ja? Nincs több kérdésem. Nem próbáltuk ki. Tök mindegy. Ugyanaz szar volt. Nem, az nem sikerült. Azért mondom, szerintem az... Nem értek vele érdemi változást, ami... Nem, hiába faragták, ja. Ja. Hát ez ilyen. Jaj, megint jön a trüsszi. Ho-ho. Ja. Valaki megint fogjul el. Zombi. Ja. Ja, képet elveszi, de a hang az átjön azért. Csak ti hallotok amúgy ilyenkor. Ja. Igen? Pedig úgy lenne az igazán vicces. Ja. A stream nézők nem hallják, ahogy trombitálok. Kedves stream. Csak annyit hallalak, hogy azért üledeztek. Pillanatban valaki waterboardingot csinál rajta, és csak annyit hallunk, hogy fuldokol. Úgyhogy valószínűleg elkapták. Kedves Sándorunk újévi koncertje. Trombitás Frédi vagyok. Támogató Galambos Lajos. Mennek a kalácsok. Látom. Milyen kalácsok? Látom. Ja. Csak közben meg valami borítóképet akartam lőni, de majd valami, majd így meg lesz ez. Még egy ilyet is. Jó, kiszállunk. Használjuk ezt, ha már van. A Game Glass. Ó! Magnifico, mennyi doboz. Perfecto. Na ezért akartam becsukni az oldalsó ajtókat, hogy már föl tudjam oda... Ah, ne! Visszamennyi? A hóna alatt a centrifuga? Hóna alatt a centrifuga, úgy. Itt vagyok a Damjanis utcába. Damir utcába pakoljuk a izékat. A mézeket. Han Solo Bré, elszaladt a sokkolóé. Jaja. Itt a lejjel. Van bele egy aranyember. Ja. Meg egy centrifuga. Egy hajdú centrifuga. Visszamennyi. Kutyám majom.
Közdolikám, jó. Jó éjszakát, csá. Jó éjt. Jó éjt. Jó éjt. Jó éjt. Meg a... Nyisd ki a hűtőt, mert hát szeretem, ha egy kicsit hűvös a szoba. Ja. Jaj. A szokásos. Gyuri bátyja megmondja. A bástya. Ha? Hopp. Itt az előbb fölvillan valamilyen. Hol? Hol? Te ne foglalkozzál, pakoljál. Hát, ennyi. Ha azt mondod, hogy a fejedbe villant föl valami, azt nem hiszem el. Nem térnék napirendre. Ott. Ne aggódj, mert ott semmi nem villan fel. Na ez az, hát ezt mondom. Meg ha azt mondod... Egy korosztály vagy... Micsodi? Mindig az eredeti fekete negro. Mindig azt szoktam mondani, hogy a fejembe jutott valami, mert ha az eszembe jutott valamit mondok, akkor a melóhajában állandóan azt mondják, hogy jönök, hogy ne kipüsködjél már bazzeg az eszedbe, max ugye? A fejedbe. Ja. Úgyhogy már veszélyesek úgy... Veszélyesek ezek a gondolatok. Veszélyesek. Ja, nem szabad nagyon elgondolkodni rajtuk. Nem. Na fiúk? Hol ez legyen a vége? Csó? Ja. Ja. Most még kiosztok egy kört és akkor viszlát? Igen. Jó. Hát el kell vinni még. Hát elvisszük vissza, úgyis arra megyünk. Már mocorognak a ládikók, vagy ezek a dobozok. Kicsit már azért nem bírják úgy a strapát. Erőködik, áhá, jó. Arra menjem, erre akarom, erre. Buf, azaz. Biztos félnek. Azért remegnek. Ja, reszketnek. Abba bízom, hogy ha felszállok innen is elindulok, nem fogok felrobbanni a dobozok miatt. Egyébként ebbe reménykedem, hogy ez így lesz. Lol. Jó lenne, mi? Híres utolsó mondat. Jaja, bírja, az nem szakad le. Kérdezzétek meg Evertől. Bírja, az nem robban fel. Igen? Kérdezzétek meg Evertől, hogy tudjátok, hogy gyalogos küldiknél van olyan, hogy a drogot szét kell lőni. Igen. Igen, van. Azt csináltuk a múltkor. Na. És azt el lehet vinni, eladni. Uh-huh. Majd hát erről nem beszélünk, ugye? Nagyon megéri. Nagyon megéri. Mind a 600 darabot. Hát, drága testvérem, mondd el még egyszer, mert ezt nem igazad értettük. Ki van itt, aki bevilágítja a fél placot? Én. Jó. Nem már... jöhet a pilács. De jöhet a pilács. Csak... Legalább meccsen megvilágosodik. Csak nem akartam, hogy úgy járjunk, hogy egyszer csak látok egy pilácsot, és akkor az utolsó fény, amit látok. Fény a torpedó végén. Hát igen. Nem akarok egy ilyen gombafelhőt látni. Hogy megzavarja itt egy atomrobbanás, egy atomvillanás itt az ézéket, a pakolási munkálatainkat. Az nem lenne túl egészséges. Itt akkor már igazából mindegy lenne, nem gondolod? Hát utána mindegy lenne. De felsírnék, az biztos. Ennyi volt? Mhm. Na, hát akkor gyerekek. Jó van, akkor mi lesz veletek? Hogyan jöttök? Hát várjál, még van azt hiszem, még bent pár doboz, de... Maxoljuk ki? Kihozzátok? Hát ha már itt van ez a három doboz még, akkor azt védjük? Persze, mert ha nem lett volna ilyen védelmünk, már ezek letorpedoztak volna minket. Ezek hát a szemtelenek. Szemek. Már háromszor, négyszer megpróbáltak ide jönni. Ez alatt az idő alatt. De a Scorpiusod nem élte túl a menetet. Nem? Az annyi? Annak annyi? Az előbb hát itt van közvetlenül mellettünk. 170 méterre van az enyém. Akkor nem az. Az ott szépen el van magába. Le van kapcsolva, radar se látja. Bár de amikor közel jönnek, akkor látja. De ide már nem dobtak torpedót az utóbbi időbe. Jött egy piros sel, nem? Igen, Petike. Ez csak Petya. De tesztelő, hogy milyen az éberségünk. Petike nagyon okosan csinálja, mert beállt a fák közé, azt hello. Fák közé? Tudod te, hol vagyok? Hát itt vagy velem szembe. Te kurvára nem. Hát ezt...
A Cutlass-hez képest, tehát hogyha a Cutlass-nek a menet irányát nézzük, akkor hol helyezkedik el a Scorpiusod? Ja, mászkálunk a... Ja, de itt vannak a többiek, jó van, most jöttek a Hammerheaddel. Ja, bocsi, vagy, bocsi. Ja, csak úgy 2-3 kilométerre fölötted. Ó, fölöttem. De 100 majd. Igen, jövök. Jó, nem, van ott egy ilyen roncshajó, azon gondolkodtam, hogy kilője be már csak poénból, de aztán hallottam, hogy közel van a fiúkhoz. Ha. Hello, jövök. Ez nem jó, lett volna poén egy helyen, pontos évvel. Akkor hivatalosan is kész vagyunk, srácok? Aha. Ja. Most már csak tényleg imádkozunk, hogy ne robbanja fel ezzel a sok dobozzal. És már most lesz nappal pont. Tehát így... Most, hogy elmegyünk innen. Hál' Istennek. Az éj lepla alatt lerámoltuk az egész Jump Town-t. Hú, várjátok, azért várjál. Na, erről lövök ám képet. Nehogy azt higgyétek, hogy nem. Csak ez a kamera nem akarja az igazságot. De most már igen. Ó, hát ez gyönyörű, gyönyörű. Lappalba vagyok. Nyugalom. Nyugi, ó, várjál, hát persze, hát itt is van. Lejjebb szállni ebből egy picit? Ja, várjál. Jó, oké. Okay. Jó, indulhatsz. Elemelkedtetek, mert akkor elindulunk kifele. Jaj, de érzékeny. Ha már megvan mindenki. Jó. Ez egy még vagányabb borítókép. Ez az. Hammerhead készen, ha? Mehetünk. Ajtót becsuktam. És tényleg pitymallik. Uh-huh. Megint leesett az FPS. És majdnem elájultam. Esnek ki a dobozok. Van ja, egy pár a hajódnak a tetején. Lehet, ja, lehet, hogy a hajom tetején lévő dobozokról van szó csak. Mehetünk? Mehetünk. Ez azért vagány, hogy itt egy hál velem szemben. Úgy néz ki, mint egy repülőcsésze. Aha, nagyon durva. Látok. Ez hatalmasan igen néz ki. Várja, hátrébb jövök. Fotó. Ne gyere közel, ne, Hammerhead, de állj meg. Mindjárt ide jövök eléd. Fotó machen. Ich habe eine gute Fotoapparat. Ez jó, gyere oda a Defenderrel, így van, tökéletes. Egy picit elmozdítom a kamerát, így. Valaki még itt van. Jöjjön közelem. Kovi. Megyek. Gyere, ez az. Próbálok lassan, óvatosan. Fordulja a Hammerhead-del szembe úgy oldod, úgy. Gyönyörű. Ah, ne. Kilőtt meg engem. Oké, kész a kép. Menjünk még mielőtt. Kilőttök engem csak úgy poénból. Jaj, bocs. Külső nézetből most látom, hogy a pajzsodat lövöm. Ja, én láttam, hogy az én pazsomat lövöd. Érzékeltem. Azt hittem hátrébb vagy. Nem. Na, jó, közel voltunk egymáshoz. Az csúnya lenne azért, ha kilőnének így a végén. Kicsit erős lenne. Ja. Sanyi, lehet, hogy meg lennék kotródva. Sanyi, ne haragudj, kilőtte meg azt. Gyengéd a felsírnék. Valószínű, hogy... Beállnál a sarokba, azt magzakózba sírnál. Lehet, hogy Alt-F4-en lépnék ki a játékból ilyen Rage Quit-tel. Ja, azok a joystickok mennének ki az ablakon. Ezek. Itt. Hát... jobb, mint a semmi. Amúgy. Hát jó, csak Rage Quit-tel kidobnál őket az ablakon. Rage Quit-tel, ja. Csá, Günti. Szia. Nem, arról már leszoktam. Kölöggolja koromban már abbahagytam az vagdalózást. Rájöttem, hogy nincs semmi értelme.
Egy játékon nem idegesítjük föl magunkat, ha nem muszáj. Hát... nem tudom milyen gyógyszert szedsz, de én is kérek. Azt mondja, hogy elméletileg... Hát van egy csomó gyógyszert a hátsó traktérben. Everus Harbor. Jaja. Gondolod, most éppen, megnyugszik. Most éppen izét szedek. Milyen, mit hoztunk most? Mákot. Méz. Méz. Most éppen mézt szedek. És nem termelői méz. Nem termelői méz? Nem. Akkor nem kézműves. Ja. Nem. Tehát én lehet kézművesnek nevezni. Aki még itt van? Végre. Hát nem vagyok nem kézműves, az mézműves. Mézműves, azaz. Micsoda szóviccek, csak röpködnek meg minden. Brillírozunk, srácok, brillírozunk. Alacsonyan repülnek a szóviccek. Alacsonyan repülnek ma este a szóviccek, így van. Szójáték. Szójáték. Hard flyingolnak a szóviccek. Azaz. Zsóti, jó beszélsz. Jó, tehát. Tehát előkészületek 1 óra, és maga a küldetés az pedig 2:45 eddig. És egy ilyen félkát lesz rednyi cuccot tudtunk kivenni. Megjöttünk, uram. Megnézem, hogy mennyi az annyi. Látom már ki is szaladt innen. Kíváncsi leszek, hogy mennyit ért a szenvedés. Ilyen meg hospitál gomba vagy? Mibe? Hospitál gomba. Jó kemény vagyok, srácok, eljöttem egy fürdőköppen. Ja, a drog rossz, értem? A drogok rossz? Értem? Legalább száradt a hindi mindig. A Mr. Mackey. Basszus. Kik? Ti? Hol? Nem a drogkofra jöttetek? Ne, hallod, Nádasdi, én elmondanám neked, hogy én átöltöztem. És tudja, úgy. Hát, nem látszik. Elég jól sikerült. Hát, hogy ne tudnám, ajaj. Tudjátok, hogy a fénynél csak egy drog telje gyorsabban, a fasság. Így van. Úgyhogy én ilyeneket hogy ne tudnék. Első között kapom ezeket az információkat. Főleg, hogy sűrűn bejössz játszani velünk, és mi mindig adjuk neked az inputot. Így van. Sosem hagyjuk, hogy pihenjél. Hétvégén szoktam kipihenni a játék fáradalmait, de akkor meg általában videóanyagot veszünk fel, úgyhogy mostanában az utóbbi pár hétben mindig van. Mindig volt egy kis videóanyag felvevős délután is. No rest for the wicked. Ami egyébként nem baj. Na, én azért nagy király vagyok, mert naturában végig nyomtam a küldet. Ajaj. Van baj. Ott vagyok. Én meg a Cutlass-em is itt nyomtam a küldet. Jó, ti szó szerint, hogyha elposztansz, nincs mit vesztem. Figyelj, ez a költséghatékony megoldás. Ez ingyen volt. Most akármi történik, én úgy bemegyek abba a hangárba, mint hogyha ott születtem volna, és egész életemben ott éltem volna. Oly, de leszünk. Jaja, Fincsi. Hopp, most megint elrepült pár doboz, úgyhogy kicsit lejjebb fékeztem. Ott repülök, hát leszem. Jújjúj. Látom, Kobi, megközelíted az Oyektumot. Oyektum? Igen. És az ellen nem Wade? Oyektum. Az ellen nem Wade? Az ellen nem. Ha nem kapcsolom a kreatúrát, akkor nem számolsz fel nekem elektromos használati díjat, igaz? Nem. Elvileg dokkoltunk most, ja. Igen. Ja, ki volt nyomva a landing, bocsi. Hát nem tudok power off-olni, úgyhogy... Jaj, csak ennyire durva leszünk. Most valami lag van, vagy valami. Hát nem bírok kiszállni a járműből, remélem nem 30k-val. Nem. Nekem most működött. Nekem csak kicsit csúszva, később tudtam kiszállni. Mi a konzol itt? De nem működött. Igen. Ó, mi a stat FPS? Hogy van az FPS? Amúgy nagy lag van most.
Uh-huh. Igen, mert Sanyi nekem még kint lebeg az űrállomás mellett. Pedig én már a hangárban vagyok. Kisen nyílik a hemőred ajtaja. Hát lehet, hogy ez cinkes lesz. Én már kijöttem, nekem nyitva volt. Hát nekem a pilóta ajtó nem nyílik ki. Ja. A pajzs ajtó. Most lekapcsoltam a gépet, de nekem se semmi se. Pedig a Bévin jó. Gyorsan rakd el a hajó. Nem tudom elrakni a hajót, nem tudok kiszállni, ja. Semmit nem csinál. Megnyomtam a kikapcs gombot. Szerintem a lift se jön a hangárba. Megnyomtam az exit seatet. Még nem, csak nagy lag van, még haladoklik éppen ott tart. Jó, oké, nekem sikerült a kimenekülnem a Hammerheadből. Engem nem enged el a torony. Jó, igen. Gondoltam, hogy így fogjuk befejezni, nyilván nem tudom, hogy jó. Na most kinyit az ajtó, ez az. Megkaptad a leszállási engedélyt, akkor nincsen baj, Sanyu. Elméletileg megkaptam, de most a hangárajtó valamit csinál. Most csukódik be a hangárajtó. Hanyasba vagy? Négyes. Négyesbe. De ugye a géppel nem tudok mit csinálni. Hát... Elevétől sem nagyon akar gyűnni. Nem reagál semmire se. Hát... Akkor nekünk az előbb szerencsénk volt még. Jó, én a kórházba se tudok elmenni egy szobába. Na, most elindult valami nekem. Aha, most kezdi összeszedni magát és kiszállok, lol. Igen, körbejártam a hajóba, kicsit megzavartam a szervert. Akkor te lehetsz a kergemarhakor, nem? Istenem csak indulj el, Istenem csak indulj el, kérlek. Szabadság! Na, addig eljutottam, hogy a hajom kikapcsolt. Oh. Igen, jó, most elengedett az ülés. Eddig nem tudtam kiszállni a pilotaülésből. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő múlva nyílik ki ez az ajtó. Mert ugye ezek számítanak. Hát igen, meg utána a lift nekem nem jön. Valaki nálam, van még a HH-ba? Nálam mindenki ott van a HH-ba egyébként. Az a vicces. Csak tudja kijutni a hajóból. Nekem ott van Majlát is, Fiber is, mindenki ott. Én kijöttem már papíron. Várjál, papíron kijöttem a... Jó van, morzsoljunk el pár imát. Én meg itt állok a Cutlass kis ajtajánál, hogy nyíljon már ki. Server FPS 5.0. Remekel. Nem, a BV-in kell nézni, az hogyha túl magas, akkor nagyon laggol a szerver. BV-in? Most nagyon magas azért, azért van lag, hogyha... Ha az ilyen 0.3-on van, akkor jó a szerver. Miért ilyenkor duszolják a szervert, hogy mi csinálja hát, most kezd magához térni? Nem tudom miért, de mondja 0.3-a jó, hogy pedig 0, akkor 30k jön. Uh-huh. Ja, BV 0, akkor 30k, igen, az így van. Az általában így van. Kiestem a HH-ból, és nem ment a űrruha, de most beindult. Ha nálatok is megy a mocorgás, én lehet, hogy kapok egy ajtónyitást, és akkor a hátsó ajtóhoz megyek. Én is se jutottam még ki a hajóból. Nekem most csukódik a hangár ajtó. El kéne adni a cuccot. Én majdnem felajánlottam, hogy elmegyek el, tehát Sanyán... Közel a cél, de mégis milyen messze. Max, be tudnék lebegni a hangár ajtón. Mert a liftek én átlebegtem a HH-n. Valaki elkérte? Nem biztos, hogy... Tehát ez sajnos az a helyzet, hogy mivel az én hajomban van, ezért mindenképp nekem kéne eladni. De hát, ha nem tudok bele kijutni, akkor az cinkes lesz. Én most úgy lebegek át a HH-n, mint hogyha az űrbe sétálgat. Igen, és hogyha... Misével átment rajta. Alex, te kijutottál a székből? Abból már igen. Öld meg magad simán, kórházba ébredt. Hát, és bekéred a hajót. Te várjál, igazad van. Én most ilyen log mellett nem biztos, hogy ez... Dobáld le a ruhákat magadról az állomásnál. Itt engem most a docking porttól... Most megjött a lift, most helyre jött a tűg. Ugye megnézzük, ide jövök az ajtóhoz. Nálatok lehet helyre jött, nálam nem. Nálam nem nyílik az ajtó szintén. Valami stabilan. Nálam stabilan szar. Hát akkor szerintem csináld meg magad, és akkor az a gyorsabb. Ja. Nem indul el a lift. Megjött, de nem indul el.
Légyemó. Igen. Légyöngyi-gyöngyi. Úgy-úgy. Figyelj, maximum elbújjuk azt a 8 milliót. Ja, max, max. Nem, mi baj lehet? Ó, itt egy lift. Csak nem indul el. Megjött a lift. Megjött a lift. Nekem is megjött. Jó. Na mindegy, itt vagyok, itt van minden cuccom a lokálba. Erinted a lobbira rá tudok kattintani. Ezt már senki nem veszi el tőlem. És így van sajnos. Ez rotyi. És most nyitok az ajtóm. Ja, de arra a 18-ba fogok kelni, várjál, az nem jó. Hú, bazdag, jöjjön be valaki azébe a négyes hangárba, és keltsen már föl a saját hajómba, nézzi. Szeretnénk, hidd el. Az ötletek. Na majd. Egy kiléped a játékból, nem kellene megölnöd magad. Most már késő. Már késő. Egy logout log tényleg? Persze. De melyik dinnye mondta, hogy jöjjön meg magam? Te voltál Majlát, nem? Nem, Benny Ego. Benny. Figyelj már, tehát miért nem tetted a hallgatok a hülyeségre, bazdmeg. Te meg szólt fogadtál. Fogadtam. Jó van, mindegy. Hát nekem se jön a lift már. Jó. Hát ez gatya. Persze. Na jó. De mi történik, hogyha megölöd magad végérvényre, akkor maximum a hajót elrakja, de megmarad a cucc rajta. Minden, de gyerekek megölöpik az társzítanában. Kapsz egy 5000-es büntetést. Meg, az biztos. Mások, hát ja, Günt, igen. Így van, én ezért szenvedek, hogy ti nektek ne kelljen. Nem tudom magam kinyírni, nyomom a backspace-t és nem hal meg. Ennél jobban nem hal meg. Gyerünk! Hát ez... Backspace-el lehet közére, downstate-re csinálni magad. Hát... Megyek menübe, megnézem, hogy ez lehet, hogy mintha mindenki menne menübe, lehet, hogy ez segítene. Én biztos most mentem menübe. Most, nem izigelok tovább, nem húzom tovább. Aha. Most már nullára megy, ez 30 kell lesz mindjárt. Ja, nem, hát ez nyilván ez le fog halni. Akkor kimászok én is menübe, azt akkor vissza tudunk jönni együtt. Aha, de nekem még talán elmentette az állást. Jó. Hát belogoltál. Igazából ugye benn voltam a hangárba, és az már ugye érte a hajó talpa a hangárpadlót, tehát oda csatolt a hangárhoz. És ja. De ha arra 18-ba kelek, az se baj. Oké, visszamegyek. Mert nekem már csak el kell adnom a cuccot. De hát tök mindegy, már bizéval is, gördeszkával is visszamegyek, 22 millió kilométer, Hurston meg A18, úgyhogy mindegy. De áttettem ide az imprintemet a bungee pontra, nem? Hát azzal kezdtünk. Elvileg igen. Nem is értem, hogy miért arra A18-at írt ki akkor, éledési pontnak. Persze. Ja. Én csak mindig ezt mondom erre, hogy a szar citizen. Na de hát ugye nem szar, ez csak bagos. Vagy nem tudom, hogy szépítsem még. A szar lenne, nem ezzel játszanak. Persze, egyébként én imádom. Tehát én akkora fanatik vagyok. Nagyon... Én visszajöttem és működik rendesen. Ja, működik. Lehet, hogy kaptunk egy másik szervert. Az gond. Hát én még itt vagyok a HH-ba. Engem kirakott állomásra. Na. Ja, mondjuk én elfogadtam, hogy igen, hogy átmegyek az új szerver. Itt van mindenki. Te nálam a liftek működnek. Na, most már jó. Ki arra lesz a kíváncsi, hogy megvan-e a szajré. Arra én is marhára kíváncsi leszek, mert nyilván arra ment ki az egész, hogy azt eladjuk. És nem akarom, hogy kútba vesszen egy csomó. Nézd meg, hogy benn van-e a hajód. Mindjárt megnézem. Miért a sisakommal vajon? Valakit kortyolgat nagyon kis.
kortyolgatós kedvében van. Ja, tényleg a karakterem is szomjas, ahogy mondod. Most ezt egyenként berakosgatni. Alexi, fejbe doblak. Öltözöl annyira fel. Léci, ne. Jó, ne. Jaj. Csak teljes mellett felszerelésbe lehet eladni a szajrét, mert amúgy nem félnek tőled, vagy? Nem, csak én szeretek benne lenni a hacukámba. Ja. Persze, csak annyi, hogy igen, van ilyen kis izém fejlővésem, hogy az alapgírnek mindig nálam kell lenni. Traktorbeam, multitool, paramed medical device, fegyverlőszer, táska, minden. Anélkül nem megy. Jó, na nézzük. Tehát akkor ezek szerint hiába raktam vissza az imprintemet ide. De bár itt keltem, úgyhogy nem tudom. Nem tudom eldönteni. Így van egy úr, a pokolból is legyen úr, így. Hagyjuk meg a módját. Cutlass 2-re, Trivit van bent. Akkor nézzük meg, hogy benne van az. Biztos, hogy benne van. Elmegyek és elmegyek az adminba, aztán megnézzük. Ott is látni fogjuk, nem? Igen, igen. Hol kell adni? Hol van ez a hely? A galéria. Galéria, de föl kell vennem újra a küldetést. Jaj, bocsi, mert hát ugye nem eldobtuk most. Priority. És itt majd mutatja, hogy hol kell eladni. Drop off, így van. Ott van a drop off. Mehetünk, Fiber, mehetünk. Nyomjad akkor. Galéria. Jó, két és fél kilométerre vagyunk, ez így nem jó, nem? Nem, lehet, hogy el kell menni oda, el kell repülni oda, nem tudom, hogy hol van a drop off pont. Hát úgy látom, el kell repülni, az állomásnál van, de el kell repülni. Hello, srácok. Hogy máshol van? Itt na, van az állomásnak. Adminba szokott lenni. Az egész gép lehalt, úgyhogy most jöttem vissza. Adminba? Hát, eddig legalábbis. Ott kell igen, itt van, hogy Hearthstone Administrative Commodity Terminal. De az nem itt van. Itt két Everus. És... 2389. Azt mondta, hogy itt adjam el. Hát próbáld meg. De hát hol? Itt a kioszknál? Ja, nézd meg, hogy egyáltalán... A lehet, hogy a hajódon maradt, és úgy direkt be el tudod adni. Mert lehet, hogy az eladási pontot a Everus Harbor... 89 units van. Millió 779 ezer. El tudom adni, akkor itt kell tényleg eladni. Akkor igen. Csak a marker van rossz helyen. Hát gondolom a közepét írja Everus Harbornek. Aha, 1 millió 8. Hát jó. Valószínűleg elég lesz arra, hogy a Hammerheadnek a... 1 millió 7, 80. Üzemanyagát kifizest. Tök jó. Meg a legénységét. Srácok, tök király. Jól van. Tehát keresni nem kerestem semmit, de legalább... pakoltunk. Én átadom a részemet. Én nem kérek. Mindjárt elutalgatom nektek. Nem, nekem nem, nekem van pénzem. Nekem is igazából. Én is sok pénzet csináltam. Nekem sem kell. Szerintem csak a pénzet csináltam. Persze. Jaj, nagyon durva az is. Tisztágosan egyértelmű. Na, akkor az experience pontot is megkapta mindenki, ugye? Nem, mivel kifagytunk szerintem a picsába. Hát én visszafölvettem a küldőt, de nekem nem csináltam meg úgy, hogy kész van. Nagyon jó. Él a küldő. Jó van, akkor én most kilogolok a menübe, és akkor kész vagyok. Hát, mert ennek nincsen vége, ez végtelen, tehát hogy nincs ilyen, hogy complete. Nincs, yeah. Tudom, hát most visszamehetnénk, és kezdhetnénk előről a rámolást, meg mindent. Közben a szerveren valaki éppen Közgünti. Egy box meccset szervez, és 1 milliót fizet a győztesnek. milyen meccset? Box meccset. I will pay 1 mil for the winner of a fist fight. Ne, tényleg. Nem tudom. Hihalok. Black Jaguar 8-8-8-8. Komoly. Lesz egy box meccs. Ja, várjál. My preferred fight location would be Leicester, but too much hustle. Gondolom, ezért van.
legtöbbe. Na srácok, elköszönök a nézőktől, jó? Mert menjünk most már pihenni. Legúgy sem, hogy nekem muszáj menni, úgyhogy menek. Hát srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor kövessetek be Twitch-en, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és lájkoljátok a Facebook oldalamat, kövessétek be az Instagramomat, nem megint Instagramot mondtam, kövessétek be a Twitteremet, és gyertek a Discordomra. Várok mindenkit szeretettel. Srácok, nektek nagyon szépen köszönöm a játékot, hogy velem voltatok. Várok mindenkit bármikor, ilyen jó kis csapatásra, bármit csináltunk. Ha többen vagyunk, annál jobb. Sepov jár neked a csirketeknő a feliratkozásért. Yeah, nem tudjátok abba hagyni. Az a legjobb. Hallgassátok a streamet, mert abba megy. Csá, Sepov, üdvözöllek a legszebb a flottájában. Csá, csumi, cső. Stream God hang. Lol. Jó, srácok, még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek. Nyugodalmas, jó éjszakát kívánok. Vigyázzatok magatokra. És találkozunk a csütörtöki streamben 18 órakor a szokott időpontban. Várok mindenkit. Sziasztok, csá, csá, hello! Sziasztok, jó ét! Hello! Jó ét! Hello! Na, Halé, sziasztok, jó ét, köszi a játékot! Jó éjszakát, köszi a gémet! Jó éjszakát!